uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. Nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy internetes portál összeszedte a 20 legidegesítőbb mondatot, amit egy terhes nőnek szinte 100%-osan fel fognak tenni. És már mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogy nyilván mindenkinek van egy-egy olyan mondat az ő életében, amit utál hallani, amit általában megkérdeznek tőle, és gyűlöli, és már felkészül arra bizonyos kérdésre, hogy ezt úgyse fogom megúszni, ha beteg vagyok, azt, hogy beteg vagy, ha fáradt vagy, akkor bizony nem aludtál, mert hogy mindenkinek vannak utált kérdései, amiket nem akar már századszorra meghallgatni. Nagyon ezzel egyetértünk. Nagyon gyorsan pipáljuk ki az elsőt, a legindokolatlanabbat, a legfrusztrálóbbat, a legértelmetlenebbet, nem félsz? Hogy ezt miért kell mindig egy terhes nőnek feltenni, de tényleg, tehát hogy főleg, hogyha ugye az első gyerek előtt áll még, hát, hogy tudja, hogy mire számítson, örül, hogy boldog, hogy megfogant, és igazán nem félsz, rohadjál meg nem, most kell? Már igen, most már igen, hogy ezt ötötszörre megkérdezik, most már igen. Ugye minden életszakaszban van egy olyan kérdés, amit az ember gyűlöl, mindenkinek a munkájában szerintem, vagy a munkájával együtt jár egy olyan kérdés, amit 150 egyszerre tesznek fel neki, gyűlöli, és mindig a legnagyobb alázattal próbálja megválaszolni. Vagy mint élethelyzet tényleg a terhesség, amikor is nagyjából tényleg 20-25 kérdésre redukálódik az, amit az ember ilyenkor megkap rokonoktól, családtagoktól, barátoktól, és már a könyöködő jön ki, de mindig megválaszolod, és próbálsz normális lenni. Ugye minden élethelyzetben? Benne van a ki az apja? Az a rossz fej. Vagy? Van barátnőd? Igen, az a rossz fej humorizálás, ez a ki az apja, az szörnyen menge, de felteszik nőknek egyébként, igen. Tudod-e, hogy ki az apja? Na, nézzük ezeket a kérdéseket, aztán a hallgatóinktól várjuk majd, hogy az ő munkájukhoz kapcsolódva milyen kérdéseket kapnak, vagy egy-egy bizonyos élethelyzetben, ha van az ember, akkor milyen kérdéseket szokott kapni, amit utál, gyűlöl, de mindig megválaszolja. Hogy az első, az internetes portál szerint, ami az egyik legidegesítőbb, a tervezett gyerek vagy becsúszott? Ezt kérdezik. Ez tipikus, egyébként jó a kérdés, nem? Ez a terveztétek vagy becsúszott? Hát, igen. Nem mintha közöd lenne hozzá, egyébként. Igen, ez lenne az első kérdés a között. Igen, de mivel vagy beljebb, ha tudod? Ez egy rossz indulatú kérdés. Ez az aljaskodásról szól. Ez az. Egy kis kicsit oda szúrsz, nem? Becsúsz. Igen. Aztán a lány lesz, fiú lesz, ezt hozták a második helyre, nem baj, majd a második, harmadik lány vagy fiú. Ez egy ismerős dolog. Ugye, hogy van két fiad nálunk, nem baj, majd jön a harmadik, és az biztos lány lesz. Három naponta megkap. A legrosszabb, amikor lány, és akkor azt mondják, hogy nem baj, jó, az is gyerek. A lány is gyerek. Persze. Hülye vagy? Miért ne lenne gyerek? A lány is gyerek. Nálunk ez volt, ugye Panyesz jött először, a lány gyerek, és akkor mondtuk, hogy jó, kislány, milyen szuper, hála Isten, szuper, de ha fiú lenne, az is szuper. Nem baj. Az is gyerek, a lány is gyerek, majd jön a fiú is. Fiú? Lány? Tudod, most, egy, és akkor mi van? Nem viszi tovább a boltot? Igen, vagy a nevedet? Vagy kihal a család? Vagy mi van? Adjának. És akkor még jön az apukára is, lesajnálom meg. Na, ezt se tudod fiút csinálni. ja, igen. Hát, tényleg, ez is megvan. Ez nekünk megvolt. Ha nem csinálsz fiút, akkor nem vagy igazi férfi. Tehát az igazi férfi az elsőre fiút csinál. Ha lányod lesz, akkor nem vagy igazi. Nem vagy igazi férfi. Aztán a képzeld XY-nál mi történt a terhesség alatt című mondat, ami igazából nem kérdés, ugye? De a másik rémizgetése, hogy a terhesség és a szülés és rémtörténetek, amiket nyilván valaki terhesen nem akar hallani. Azonnal elkezdik mondani. Benfentes vagy. Olyankor te benfentes vagy, te tudod, hogy mi minden várhat szegény anyukára. Vagy hallottad valakitől azt, hogy hallotta valakiről, hogy... Igen. A szexeltek pocakosan is szintén egy fontos kérdés, amit az ember sokszor megkap a terhes. Ugye, majd én nem tudom, csak hogy állítólag a nőktől ezt megkérdezik, hogy szexeltek-e terhesen? Igen, és alig várod, hogy azt a választ kap, hogy nem. Mert akkor igazolva van, hogy ti sem. Igen. Aztán, ne félj... Igen. Hadd fogja meg a hasad, szintén ugye nagyon jó, nem kérdés, de ez a hadd fogja meg a hasad. Ezzel megmondom nektek őszintén, én itt a másik oldalon állok, én imádom. Tehát ha olyanba vagyok valakivel... De várj, ez a feleségedről szó, Feri.
Ja, tehát nem az, hogy hozzáadod mellénk időként kolbászot, ja, azt mondják, hogy az a híres, hagyd fogja meg. Ez az a has, ez az a... Nem, én, akikkel olyan baráti házas hát a barátinál rendben van. Én oda mentem, egyébként tudom, hogy gagyi. Az. Mit fog, de nem a te gyereked, nem a te hasad, nem közügy, miért fogdosod? Mert az már a mi hasunk, én kicsit úgy én ez a nagyon megfogom, és akkor elkezdek ott affektálni a hasnak, és akkor oda dugom a fülem, és ott áll a nő, és én kényszerül, és én néz rád, úristen, szerintem annyira privizelben feszesen. Ez nagyon prost. Miért lenne prost? Most nyilván, ha a barátod, de miért búj? Tehát miért bújsz bele egy vadidegen nő hasába? Azt, hogy te szereted, én értem, de hogy, tehát miért kezded el taperolni, hozzá beszélni, a nem a te hasad, nem a te gyereked? Egy plusz élet fejlődik. De hagyjál már ezzel a plusz élet fejlődik. És akkor már te, és hallja a hangod. Szerintem ez szörnyű. Tehát amiket vikinek próbálták csinálni, én nem még féltek, én nem értettem. Igen, megfogod egy kis gyűjt. Ember, hát meg se született, hát ott van még bent. Hát ennyi. Állj föl. Azért, föl, most, hát érted, azért dolog, hogy megkérdezed, hogy van elég tejet hagyném. Hát már ki, inkább. Látod, ki mire megy rá? Van tétje a dolognak. Ez a hülye lehajolva gügyögök egy mesztelen női hasba bele, és akkor biztos hall, és elénekelnek neki valamit. De mesztelen, mondjuk volt póló rajta. És akkor szépen már mondod ott a kis üzeneteidet az új életnek, érted? Megnyugtató hangon. De mi a köld? Felhúzod a pólót, és akkor a köldökébe? Persze, ez a szócső. Semmi gond nem lesz, sebestjén lettél. Mindenre megvagy. Vagy. Sinem fut majd az életed bele a felkelő napba. Aztán állítólag a nő a nőtől megkérdezése, hogy minden nő rosszul van, az aranyered kijött már? Oh, na ez. Van egy ilyen barátságos kérdés mi is. Mi a válasz rá? Hát ez hát, gyere, nézd meg. Na, nem tudom, de akarod, gyere, csekkolj. Igen, de már visszegyöm összöltem. Hát most erre mit mondasz? Nem, átokod, hát a nő a nőtől megkérdezi, és a nőket ezzel a világból ki lehet üldözni. Az aranyered kijött már. Nyugodj meg, senki nem maradt még bent, ugye ez is egy nagy klasszikus. A repülő nem maradt fönn, gyerek nem maradt bent. Igen, jön majd, amikor jönnie kell, nyugodj meg, egy gyerek sem maradt még bent. Ugye, hát a szőr felállt a hátamon ettől a mondattal, amikor ezt a Vikinek mindig elmondták. De jön majd, amikor jönnie kell, az a jó, mert ez a nesze semmit fog meg, jól tudod. Ez a majd, amikor jönnie kell, majd, amikor ő úgy gondolja, hogy. Tehát, hogy jó, hát ez pont annyi, vagy érted. Ez alapvetése, hagyján, tényleg akkor de jön, nem? Olyan, mint hogy nem is mondott volna semmit. Én az aranyeret kijött, már szeretem. Tehát ezt így bekérdezi, szerintem ehhez kell azért egy és úgy szereted leginkább, hogy közben a feleségének a hasán van a füle. Nem? Aha, igen, mintha rugott volna. Aranyered kijött már? Nem, nyugodj meg, egy sem maradt még benne. Neked mi volt, Anna? Volt valami? Ó, persze, nekem ugye kapásból az, hogy nem kapkodtátok el, ugye? Hogy nem kapkodtátok nem, el? Nem kapkodtuk el, ugye? Nem kapkodtuk el. De ez mire ezt nem értem? Most hát a turomra 36 voltam. 36 voltam, és nem kapkodtátok el, ugye? Mert hát mi már előtte a Péterrel... Ja, hogy ironizáltak egy kicsit, hogy hát, ugye. Már unalmas volt azért a vége fele, tehát én nem gondolom, hogy egy 36 éves nő az egy öreg, hogy mondjam, a gyerekvállaláshoz. A másik ilyen kérdés az az, amikor 7. vagy 8. hónapban voltam már, igen, a vége felé, mozog már! Nem, mozog már a 8. hónapban? Már. Igen, mozog. És akkor erre minden nap mozog már, igen, mozog. Hát mozog. Most mit kérdezzel? Ha jó vagytok-e, érted? Az például, jól vagytok, köszönöm, jól. Na, kinek teszik fel ezt a kérdést? Na. És mindig kétszer csengetsz? Kaptad sokszor? Sokszor kaptad? Igen, a postáskén annyiszor lenne 100 000 forintom, komolyan. Mi a fogalmaz a postáskén? És mindig kétszer? Fú, de rossz. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóim. Motoros futár vagyok. És megrendelők rendszerint megkérdezik rémülten a száraz meleg irodában, ha beállítok rongyázó, hogy esik. Hát nem, bémek, beleestem a Dunába. Igen, ez így, ha... nem mindig zuhanyzok Dunába. Kérdés, mivel foglalkozol? Cukráz vagyok. Ó, nem látszik. Ez kövérnek kéne lenni, vagy mi? Ó, nem látszik. Mi nem vagyok 120 kiló, az baj. Tényleg, ez a... mi a foglalkozó? Hentes vagyok. De! Ezzel a súlya. Hogy... Cukráz vagy, az tök jó, mert amit elrontasz, azt megeheted? Ez is egy tipikus kérdés. Igen. Ja, egyél te égett pogácsát. Aztán orvosnak készülő kedvencem, bírod a vért? És ugye tudod, ha elvégzed, akkor még semmi nem vagy. Imádom, Janka. Írta. Jaj, tényleg. Az ügyvéd is ugyanez, gondolom.
Diplomád, akkor még sehol. Akkor még sehol se tartasz. Igen. Amikor motoroztam és megálltam valahol, jött egy bámészkodó, garantáltan a következő három kérdést tette fel. Az alábbi sorrendben. Hány lóerős? Mennyivel megy? Mennyibe került? Tipikus laikus kérdés. Mennyivel megy? És a hány lóerős? Nagyon jó. Uh-huh. Egy idő után bárki ödött köszönés után már mondtam 170, 280, nagyon sok. Nagyon jó. És ez még hozzájöhet az, amikor ülsz a motoron, és akkor nagyon valaki, és megkérdezi, tied? Igen. Hát nem, most lopom. A padok sajnos foglaltak voltak, és akkor gondoltam, ha már erre járok motoros ruhába, sisakba, akkor ráülök. Igen, sziasztok, infarktusom napján hívtam a főnökömet, közöljön velem, mi a helyzet. Okos kérdése, ennyi volt csak. Akkor most nem jössz dolgozni? Csöves küldte nekünk. Az esküvő előtt, na a ti eszetek is elment. Nektek se legyen jobb. Adókedvezményre hajtotok? Ezt Anita írta nekünk. Kilépve a munkahelyemről, ismerőse minden áldott alkalommal megkérdezni, dolgozni voltál? Kedvenc kérdés, terhesség alatt végig, a 9. hónapban is. És? Várjátok már? Á, nehogy, nehogy, nem. Gyönyörű. Jó, és várjátok már? Anyukádék is? Párod szülei is? Ők is, bármilyen hihetetlen. Nagyon jó kérdések vannak egyébként. Lefogytál, első kérdés? Beteg vagy? Egyébként abban van valami, mert azért egy nagyon köver embert, ha hirtelen meglátod lefogyva, beesik az arc és öregedik 10 évet, az szerintem vannak nagy átváltozások, aha, mikor valaki az lefogy. Ez egy picit dermesztő. Ez picit dermesztő. Itt kollégánkon is azért látom, hogy néha lefogynak, ledobnak egy 20-as, nem találkozol velük, meglátod, és az egy Jézus Isten, baj van? Tudod, hirtelen... nem tudom, lefogy 15 kilót, az olyan egy pillanatra, mint a beteg lenne. Jó, de ki szokta ezt általában kérdezni? Valóan, beteg vagy? Jó, hát az is tipikus, igen. Kézbesítő vagyok. Egy nap kb. 80-szor hallom. Van valami? Mi van a levélben? Nemleges válasz esetén visszakérdez az ügyfél. Levél se jött? Igen. Mintha az nem tartozna bele a valami kategóriába. És ha jött levél, akkor megkérdezi, és mi van benne? Szakadó esőben bemegyek, megkérdezik, nagyon esik? Néha fárasztóak picit. Mivel nagyok a melleim, tőle állandóan azt kérdezik 3 perc ismertség után, hogy igazi-e? Amikor megmondom, hogy igen, akkor jön a folytatás, hogy a hátam és a derekam hogy bírja. És megfoghatom-e? Tudod, mérhetetlenül prostó. Már az igazi is szerintem. Tehát átlép egy bizonyos határ, de amikor a hátad... Fura, nem? És a gerincet hogy bírja? Erős picit, igen. Természetesen főleg nők érdeklődnek. Mondjuk nő a nőtől ezt bátrabban meri megkérdezni. Igen. Hazaérkezéskor nagyon szeretem. Megjöttél? Nem. Nem. Még úton vagyok. Még úton vagyok, igen. Italnagykernél dolgozom, mint sofőr. Napi több tonna árut pakolunk le kézzel a boltokba, a kocsmákba, amit minden nap legalább egyszer megkérdeznek. Gyúrni már nem kell járni, mi? És a nagy kedvencem, este nem kell ringatni, hogy elaludj? Tőledik, jobb aztán napok... becsukat ennek a konditermek. Jobb napokon 4-5 alkalommal is elmondják, illetve megkérdezik egy nap. Meginni jobb lenne, mint pakolni, mi? Jobb kormányos az autóm. Micsoda? Hát pakolod a szeszt le, és meginni, nálunk étterembe szokott lenni, ott van egy ilyen emberke, aki arra szokott jelenni, na, meginni jobb lenne, mint pakolni, mi? Megy tovább, érted, hogy nézik, szegény munkások. Jobb kormányos az autóm, illedelmesen és türelmesen válaszolok a nem furcsa kérdésekre. Aztán van egy kérdés, ami egész életemben kísért, a keresztnevem Linda. Minden bemutatkozástkor megkapom. Tudsz karatézni? Mennyire unhatod? Nagyon. Mennyire unhatja szegény? Mennyire unhatja? Tudsz karatézni? Tudta. Nagyon. Ja, ráadásul tékvandó. Válasz szétköltözés utáni kérdések. Nem félsz, hogy egyedül leszel a gyerekekkel? Ki fogsz jönni anyagilag? Valamint a kedvencem, ennyire rossz volt? Nem. Csak gondoltam, jó poén, hogy elpróbáljuk külön is. Igen, Ingrid küldte nekünk. Igen. Aztán mi leszel, a nagy leszel, szakács? Az jó. Enni mindig fognak az emberek. Meg enni azt mindig tudod, lesz, mit neked. Hallod? Te sose leszel éhes, igen, és enni mindig fognak az emberek. Hát persze. Afrikai a férjem. Körülbelül minden második kérdés az embereknek. Tényleg nagy a péniszük? Az? Marian. Na Marian, és? Egyébként azért megírhatnád. Hát de most... Ugyan, na jó, na jó, hagyjuk ezeket a buta kérdéseket. Oké, okay, az nagy kívül visszaívunk, megvan a számon. Mondd már el, mert állítólag ezek a sztereotípusok. Jó, te erre mit mondasz egyébként, nem? Tehát, hogy azt nem mondtad, hogy nem. Sajnos nem. Hát nyilván azt fogod mondani, hogy igen. De jó nektek. És? Fáj. Most tételesz az élethelyzetet, hogy jön Marian, nem ismered, bemutatja neked,
a férjét, és ezt azért így bekérdezed, ismeretlenül. Vagy a szomszédod, és akkor egy lipbe mentek, és akkor hányas csak meg négyes, három. Hát de várjál, ha megmutatja neked a férjed, akkor ott is van. Tehát akkor te kérdezed jó, meg. Jó, tőle. Akkor beszálltok a liftbe. És Marja megy a negyedikre, te harmadikra. Nem egy személyeskedésnek kumpele, de... kedves mutó. Kedves húgat a múgot. Na jó, hagyjuk neked. Megkezdjük el. Már nem lehet ezzel poénkodni, mert ezt is félreértik, aztán a holnap valami szörnyűséget írnak rólunk. De nem tényleg, tehát amikor nincs ott ugele. Akkor hogy kérdezed meg Marjan? Hát, hogy szomszédnak kell lenni, barátnőnek kell lenni, vagy rákérdez erre Marjantól egyébként valaki? Hívjuk már fel Marjantól. Tényleg. Pillanatát csak tegyük már adásba, Marjan, már bepirosozom neked, jó? Milyen életkörülmény az, amikor Marjantól megkérdezik? Barátnő? Vagy ismeretlenül találkozik, bemutatja valakinek. Szeretnék tőled volna kérdezni. A srácot, és ott azonnal bekérdez. Tőled, de nem rólad, hanem beléről. Igen. Marjan, tegyük már egy pillanatra adásba. Vegetáriánus vagyok, amikor valaki épp megtudja. De akkor mit eszel? Hát erről te tojást eszel? Rizibizit és rántott sajtot, semmi más. És tejet? Ez vallás, vagy miért csinálod? Halat eszel? Halat eszel, az nem hús? Igen, ez vallás, minden nap áldozok a kukoricát és a csicsoka istenét. Igen, mikor halat eszel, az nem hús. Ne, az kifejezetten az zöldség. Hallod? Az gyümölcs. Hallod? Csak úgy néz ki. Szeme van, nem hús. Szeme van, pislog, de nem hús. Ha halat, akkor ehetsz, nem? Nem hús. Hello, Marja, jó reggelt. Itt vagy, Marjam? Igen, itt vagyok. Ugye, ismerősök, barátnők kérdezik, vagy vadidegenül is ezt valaki bekérdezi? Hát ez úgy szokott történni, hogy legtöbbször ugye a gyerekekkel megyek, akikkel látszik, hogy félvérek, és akkor tényleg honnan van az apukáik, mondom, hogy afrikai. Honnan van? És igen, és hű, tényleg is. Tényleg megy a farkunk. De állsz a gyerekekkel, óvodában, hozod el őket a mókus csoportba. Igen, meg megyek a boltba vásárolni. Ne! Óriás. És ezt így valaki bekérdezi, hogy tényleg megy a farka. És ott áll a két-három éves gyereked, vagy nem tudom hány évesek, tényleg? Igen, így halálkom, hogy meg szokták kérdezni, és erre már nekem van egy válaszom, hogy nem tudom, nekem csak az egy darab van otthon, és az pont jó. És mekkorák a gyerekek? Hát 6,5, 3 éves, most már majdnem 4 lesz, meg 11 hónapos a legkisebb. A 6,5 már lassan magától válaszol erre a kérdésre, nem? Igen. Egyszer látom. Fűzdeni, úgyhogy nem is ismernek ezt, úgy látják, ránéznek a gyerekekre, megkérdezik a férjedet, hogy férjedet kérdezik, a harmadik kérdés ez. Azért igen, körülbelül itt szokott lenni, hogy honnan van, jaj, tényleg, fekete, és akkor hű, ha mekkora. Atya úristen. Ez nagyon kemény. Ez nagyon gondoltam, kemény. Hogy visszakérdezek, hogy az ő férjének mekkora van, de nem érdekel. De abból látszik egyébként, hogy őszintén érdekli őket, hogy így levetkőzik magukra az összes ilyen köntörfalazás, meg tiszteletkör, meg mismásolás. Abszolút. Mert a tudományos érdeklődés győz. Hát igen. És általában nők vagy férfiak kérdezik inkább? Hát inkább a nők. Inkább a nők. Aha. Igen, inkább nők. A gyerekek milyen neműek? Két fiú, egy lány. Oh, és a fiúk tiszta apjuk, mi? Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mit hoztam neked? Nem tudom, mit. Hoztam neked egy szál cigarettát. Elszívod az utolsó szál cigarettádat, és utána leszoksz a dohányzásról. Leteszed azt a dohány terméket, amit 20 éve, 30 éve, nem tudom mióta dohányzol. 30. 30 éve dohányzol. Ez az utolsor felé. Ne akart, hogy előjöjjön az apró betűsor a szerződésedben, hogy akkor is igaza van, amikor nincs igaza. Jó? Senki ne dohányozzon. Nem követendő. A jót halljátok ki ebből, hogy Feri leszokik a dohányzásról, és egy országnak segít abban, hogy leszokjon. Hova hamuzok? Én adok neked tüzet, parancsolj, Ferenc. Ja, Istenem! Megörökítjük az utolsó szál cigarettádat. Te nem bírod a cigi füstöt. Ennyit megér. Ennyit megér. Dőj hátra. Gondolj arra, életedben nem gyújthattál még rá, egyetlen rádió stúdióban sem legálisan. Hívd el életed utolsó szár cigarettáját. Ebből emberek isznak kávét, Laci. Csináljunk rá róla fotót, és soha többet nem gyújtasz rá. Úgy szívd el, hogyha minden jól megy, életed utolsó szár cigarettáját szívod. Ott a fotó, megy az Instára, legalább ők is kapnak valamit. Azt az örömet, ugye? Nézd meg, ahogy szívja. Nem lehet, hogy hagyjuk a francba ezt az egészet, és én maradok dohányos. Ne kövessétek, ne gyújtsatok rá. Káros az egészségre. Senki ne dohányozza. Ferinek azért engedjük meg. Mert ez az utolsó. És utána leteszi. Leteszi, és soha nem dohányzik többet. És indul a nagy leszokás. Előnyére fog változni, hogy felteszünk egy ilyen volt és ilyen lett képet. Az a 30 kiló. Fejtődni fog egy ágyba, már egészséges vagyok. És mostantól kezdve
az egészség mellett kampányolsz, leteszed a cigarettát, nem dohányzol többet, és vége van. Véget ér egy hosszú hányatott sors. Így van. Egy órával már a dohányzás után tisztulni kezd a tüdőt, két órával később már elkezd a tüdőt több vért pumpálni, tisztul az érpálya, és Feri leszokik a dohányzásról. Ez csodálatos lesz. A cigi nem finom. Nem jó, ne sem, senki ne gyűjtson rá, tényleg, mert ugyanilyen szánalmas, mocskos alakok lesztek, mint a, én. De leszoksz róla. A fogadás. A fogadás. Egy kicsit nem lehet, hogy még élvezem ezt az állapotot, hogy... Azért ez kemény, hogy lehet, hogy tényleg az utolsó szál cigid volt. Igen, egy dologgal kevesebb megint, ami csak a tiéd volt. Így múlik el az élet, hogy mindent elvesznek tőlünk, ami jó, mindenről le kell szoknunk, amit szeretünk, minden szenvedélyünk oda, és szépen az ember végül egészségesen fog majd meghalni. Így van ez. Na! Ilyenkor érzed, hogy ez mekkora narkotikum, mikor már ilyen hosszú ideje nem dohányos vagyok, mint én, tehát tegnap este 10 óta. Nyugi, írja valaki, és ez rovat lesz, úgyhogy minden... De akkor, hogy Feri utolsó ilyen napi rovat lesz. Igen. Nem, de erős vagyok. Gondolkoztál fogadáson? Nem tudom, hogy te mit ajánlasz. Tehát én elmondom, és holnapra is hozhatsz valamit. Mert ahhoz mérten kell adni valamit. Én már nagyon kíváncsi vagyok. Látom. De most komolyan. Látom rajta. A határidő az mondjuk december vége. Tehát addig, addig nem gyűjtesz rá, és addig kibírod, akkor ajánlok neked egy fogadást. Na. Kereshetsz másik rádióműsort. Azt akkor is. Rádiót, nem könnyen hoztam meg ezt a döntést. Nem könnyen hoztam meg, és erről mindenki le akar beszélni. De elmondom neked, hogy én mit ajánlok. Csak, hogy inspiráljalak. Ha! És amennyiben. Írjátok ezt. Na. December, mondjuk nem tudom, mi esik, mikor dolgozunk utoljára. 22. 23. Hát te leszoksz a dohányzásról. 14. Jó, kicsit próbálom, kicsit nem. Én nekem is könnyebb lesz, december neked is. 4. Pénteken. Az év utolsó munkanapján nekünk. Nem. Leszoksz a dohányzásról. Ugye van valami, amire én nagyon-nagyon-nagyon allergiás vagyok. Nem nyúlhat hozzá más. Odafigyelek. Gondoskodom róla. És egyszerűen szeretem és sokat foglalkozom vele. Mi ez? A hajad. Én. Jani, nem ajánlom föl neked. Nem engeded másnak hozzám. Szűz bobsiát. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Hozzatok egy cigit. A hajam. Így van. Ha bizonyítható módon leszoksz a dohányzásról, és tényleg nem gyűjtasz rá, és mondhatni, hogy nem vettél kezedbe cigarettát december 22-én, és ez... Tudod bizonyítani, hogy fogjuk ezt számon kérni? Hogy fogjuk ezt számon kérni? Azért erre vigyázzunk, igen, hogy ő nem figyel naponta két szállat az erkélye hajnalban. Valami teszt kellene. Van egy ilyen, ami kimutatja, hogy kiürült el, mikor a szervezetedből, azt meg tudjuk csinálni ezt még a decemberben. De bármi is ez. Meg azért engem annyira ismerhettek, hogy ha én ilyen kis elvonulós egy szácig is lennék, akkor az nem egy lenne, az hanem napközben is nyomnám. Úgyhogy. Tehát ha bevállalod, megcsinálod, leszoksz róla, akkor kopaszra tolatom a hajam. Ne. Letolatom kopaszra. Jó. Most szerintem egy nagyon picit azt szeretném, hogyha levennéd a zenét, hogy ez teljesen tisztán egyértelműen meglegyen. Feri, én is, mindenki maradjon csendben, halljuk még egyszer, nehogy valami bezavarjon. Ha december 22-ig nem gyújtasz rá, mert tudom, hogy ez neked micsoda függőség, tudom, hogy mennyire megszállott vagy, tudom, hogy neked ez mennyire fontos, azzal szeretnélek inspirálni téged, hogyha valójában leszoksz, és nem gyújtasz rá, december 22-én az utolsó adásban kopaszra tolatom a hajam. Anna, biztonsági másolatokat, 4-5-5. Jó, de nagy. Ez az én felajánlásom. A következőt kell megcsinálni. Tehát letolja a haját, ha. Mert ugye ez egy felajánlás, nem biztos, hogy ez be fog következni. De ha letolatja, akkor ugyanazt a hajat mi akkor még aznap elvitetjük egy paróka készítőhöz, és a saját hajadból csináltatunk neked egy parókát, amit viselhetsz majd a következő felvételen, akkor, hogyha ne adj Isten, felvételed lesz januárban. A saját hajadból. Egy paróka. Jó. Hát csináljuk egy parókát a saját hajadból. Jó, legyen így. Ez itt a Best of Morning Show. Olyan szomorú kép fogadott engem reggel, és így gondolkoztam ezzel, milyen kegyetlen a dolog, hogy ahol én jövök, ott vannak utak.
És... Állj, megpróbálom földolgozni. Mi is már egy picit beljebb lakunk egyébként. Ja, már nálatok, jó. Igen, hát, basszus, azt hittem, hogy még mindig a tanyavilágból jöttök. Innen lakunk mi is. Azt hittem, hogy még mindig gémeskutak, tanyavilág, és összebújtok a birkákkal. Ha, nálunk itt az agglomerációban is vannak utak, persze. Összebújunk, de más miatt. Az őskölődősebbek, de... Ennél durván, mert az utak mellett vannak házak is. És... Egy csomó kidobott fenyőfa van már az utak mellett, és olyan nagyon nagy a kontraszt, és valahogy ugye azon morfondíroztam reggel, hogy milyen szomorú ez az egész, nem? Nem maga, hogy elmúlik az ünnep, meg itt van ez a depresszív január, mert nem erről akarok beszélni, de az a nagy fa, amit te szerettél, megvettél, és dédelgettél, és feldíszítetted, és fotóztad, és csillagszórókat gyújtottál rajta, az utána, mint egy ilyen kegyvesztett gyerek, egy kiebrudalt kutya, egyszer kirakod az út szélére, és ott hagyod. Nem tudom. Méltatlan. Méltatlan. Nem hiszem, hogy egyébként menhelyre kéne őket vinni, és aztán várni, hogy valaki... Vegyük menhelyre. Igen, valaki elvigye. Tehát nagyon nem tudsz el tényleg mit csinálni. Csak tényleg a nagy ünnep, meg a nagy karácsony januárban egy ilyen zavaró dologgá válik, ugye? És egyszerűen kivágod. Mi is egyébként még nem, mert a Beni imádja, de készülünk rá. Tehát amikor kicsit nem figyel, azonnal sütj. Nektek áll még? Persze, hogy áll. Ezt tegnap reggel is megkérdezted, és minden reggel kérdezted. Nem, tegnap a Jani kérdezte, ma én kérdezem. Hogy áll még rendesen? Áll, persze, nem is lehet még lebontani. Ott van? Minden este megcsavarok rajta. Egy izót nekünk, ugye ez a régi típusú, amelyikről kifakadtam még az ünnepek előtt, hogy ezek a kínaiak mekkora hulladékok, úgyhogy ennek megfelelően a régit raktuk fel. Este szépen mindig elcsavarom, aztán reggel mindig felcsavarom, és akkor egy picit visszajön az ünnepnek a hangulata. És mi van a fával? Hát a fa viszont már leszettük egy három héttel ezelőtt. De a gyerek minden reggel megkérdezi, áll-e még a fa, vagy minden délután, hogy áll-e még a fa? Szóval persze, áll. Miért nem mondod, hogy elvitte a Jézuska? Mert ja, mindig az a díl úgy megy be reggel, úgy viszi be a Viki, hogy oké, de hogy ő még látni akarja ezt a fát. Miért nem mondod neki, hogy üljél föl benne a biciklidre, aztán tekerje addig a szobáig, és nézd meg. Tekerje addig a másik lakásig, ott még náluk áll. Nem, okos a gyerek, mert ő azt mondja, hogy reggel szeretné délután látni. Aha, délután de te nem meg... hagy időt, amikor ugye lehet bontani, délután meg azt mondja, ugye holnap reggel is itt lesz. Na most találj egy köztes időpontot, amikor azért ezt így le tud zárni. Csináljatok egy posztert belőle, és tegyétek be a helyére a falra. Lefotózod, egy izé 2-3 méterest gyorsan megnyomják, valahol este lebontod, éjszaka fölrakod a tapétát, jön a Beni ott a fa. Jó, nem megy, ez nem egy rossz ötlet. És egy kis sprayvel befújom ilyen fa. Igen. Egyébként ez nem egy rossz ötlet. Na mindegy, mi újság, hogy vagytok? Tegnap például nem beszéltünk arról, hogy mik azok az új fogadalmak, amiket tettünk 2015-re, már pedig mindenki tesz valami a fogadalmat, legfeljebb azt, hogyha más nem, hogy nem fogadok meg semmit. Én azt mondom, hogy még többet fogok maszturbálni. Igen? Abszolút. De így sincs a kompanasz. Én ezt akartam kérdezni, hogy most hogy állunk. Hát gyerekek, büszkék lennétek rám, de én ezt megfogadtam. Szerintem csak ilyet érdemes megfogadni. Tehát ez a leszokom, nem futok, nem dohányzom, többet sportolok, ez bullshit szerintem. Tehát ez hülyeség. Hát már nem csinálod. Megszegni jó őket, nem? Hát, az benne a szép. Hát én nem osztom a véleményedet, én azt gondolom, hogy mind a két vonalra rá fogok állni. Nem tudom, szerintem nem jó, önbizalmilag sem jó, mert csalód saját magadban, mert 10-ből 9-en nem tartod meg, és csalódást okozol magadnak. Januárban tart a lendület, megfogadsz valamit, nem? Úgy gondolod, hogy ne csalódást okozzál magadnak, hanem örömet. Él. És ne olyat tűzzél ki, amit nem tudsz tartani, tűzzél ki olyat, amit szívesen tartasz. Hát így gondolkodtam én. Érted? Most az, hogy futok minden 5 kilométert, hát fusson, akinek 5 anyja van, vagy akit kerget. Még vagy... egy darabit tudod csinálni, igen. De aztán... Vagy nem eszem mi annyi édesét. Napi még egy krémes, ezt fogad meg. De szerintem csak ilyeneket érdemes. A Fostos Bugybóka a kedvenc madarunk, ki? Ami egyébként a legszebb is. Mondjátok meg nekem, hogy a Fostos Bugybókát kinyomja. Harmadszorra lesz az év madara. Harmadszorra. Kinyomja. Van egy sajtóügynöksége. Egyébként megnéztem, ez egy nagyon szép madár. Gyönyörű, szép, csak büdös ez. Dobáltátok már kővel? Ne, pont. Melyik madár, aki jó szagú, de tényleg. Hát de, ha hallottad a bejátszót, ugye ez forró híg dolgot lövel az ellenség. Nem, a Benivel pont múltkor kint voltunk a kertbe, és próbáltuk az új légpisztolyomat, és pont ilyet lőttem le. És basszus, ez egy tök szép madár. Egy 3 millió forint egyébként. Tehát amikor a Beni kezébe fogtak is élettelen testét, akkor jöttem rá, úristen, mit tettünk, hát ez egy gyönyörű madár. Hívom a madár mi egyesületet, és akkor Léci úton. Csak humorizálunk, nyilván ne vegye senki komolyan. De tényleg ez a búbos banka, vagy ez a vöcsök? Volt, amit lövöttem. Igen, és kettő. Ez a búbos vöcsök, ez már a harmadszor az év madara? Igen. 89-ben és 90-ben is volt, úgyhogy az utóbbi 20 évben kicsit a PR-ja megkopott, de hát most visszanyertem. És ülnek emberek, felnőtt emberek, családos emberek, és egymást verve vitatkoznak az, hogy mi legyen az év madara. Online lehet szavazni. Hát most lehet szavazni. Legyen a szajkó. Anyád a szajkó, nem lesz a szajkó. Legyen akkor
akkor a nem tudom, sisakos kazuár. Kazuár! De hogy lesz a kazuár? Ez így megy? Hogy szavaznak erről? Gondolom védett azért, nem? Hogy vigyázzunk rá. Igen, ilyenkor több, nagyobb figyelmet fordítanak rá ebben az évben. Most, hogy ez mit jelent, ez egy érdekes kérdés mindig. Ugye van az évfája választás, az ugyanez, tehát kicsit jobban simogatják a fűszfát. Na, kitolnak! Hát gyerekek, ez totál vakvágány szerintem. És komolyan. Miért? Nem. Hogy milyen madár ez? Fostos bugybóka. Fostos bugybóka. Ne, szívassatok már, ne. Fostos bugybóka. Ez a négy elvezés. Igen. Fostos bugybóka. Fostos bugybóka. Belőle a... De nem ezt olvastam tegnap, nem így hívják, hogy... Búbos bankának Búbos hívják, banka, de a népi elnevezése Fostos bugybóka már a sokkal szimpatikusabb. Több perce részletezett... Most az ornitológusokon kívül tényleg ez mond valakinek valamit, tehát a rászáll a kerítésemre egy fostos bugybóka, majd felkiáltok, hogy vigyázz, védett, az év madarával beszélsz? Vagy az év madara ül a kerítésedem? Vagy ez tulajdonképpen, tehát nekünk laikusoknak ez mit számít? Mert most megnézted, meg, hogy néz ki, most már tudni fogod, hogyha rászáll a kerítésre. Abszolút, most már le is nyomom a Benny pisztolycsövét, mindig Benny. Tök komoly szimbolikus jelentőség is van ennek a madárnak, 89-90, érted, rendszerváltás, tehát gyakorlatilag a szabadság madaráról beszélünk. Száj, száj, bugybóka, szárnyon. Ez akkor olyan, mint az éhezők viadalában a poszát. Tehát felmutatom a poszát a jelet. A mi poszátánk a bugybóka. A mi poszátánk a fogyfos, fogyfos bugybóka. Fosfos. Hát gyerekek. Figyelj, én értem, hogy emberek szeretik a madarakat, és azt tanulmányozzák, de ezért vannak értelmetlen dolgok, mint a fosfos bugybóka megválasztás az én madarának, hát szerintem totál vakvágány. De nekem nagyon szimpatikus. Picit több szó esik már róla, mint a túrúról. Most komolyan mondom. De lehet, az egyébként nem biztos, hogy baj. És akkor most neki állítanak majd szobrokat, mert eddig ugye a túrúl szobor volt, most a fosfos bugybóka lesz. Tatabányán. A túrúl mellett csinálnak egy kis helyet, és ott lesz majd szétárt szárnyal. Sose értem, amikor egyébként ornitológ... Egy kis bronzfossal. Ornitológusok mondják, hogy kihalt az utolsó fogyfos bugybóka. Tudod, olvasol ilyeneket, és akkor mindig felmerül bennem, hogy egyébként miért te tudtad, hogy mennyi van, és az összes, megnézted az összeset, hogy honnan a fenéből, tehát találtál egy tetemet, vagy csak te bejelentetted, hogy nagyjá váljál. Megtaláltam az utolsó fogyfos bugybókát. Hát azért nézzük már még körbe, hát ha van még egy utolsó 10 darab valahol. A kis fostosokról azt kell tudni, hogy ilyen emberkövető életmódot élnek, tehát hogy őket azért lehet látni. Elég gyakran az emberek körül, és hogyha nem lehet látni, akkor kihaltak. Hát nem egy panda mackó, igen. Tehát az előfordul. Igen. Te mikor láttál utoljára fostos bugybókát? Hát tényleg. A gyerekek, mi itt nyilván a városban kevesebben. Én a Balázsnál. Ja. Tehát itt több McDonald's van a városban, mint fosfos bugybóka. De hát ha kimész azért a városból, ott szerintem, ha tudod, hogy mit kell nézni. Mióta megnéztem a Szajkót, hogy az milyen szép madár, mert egy leszállt a kertünkre, azóta bárhol megismerem a Szajkót. Na, most már a fostos bugybókát. Kék az alja, úgy néz ki, mint egy galamb, kicsit vékonyabb, hosszabb, és kék itt a tolla, az a Szajkó. Azóta igen. Tudom, hogy az a Szajkó. Most már fogyfos bugybókát is tudom, igen, hogy az is a nekem fosfos... volt egyszer egy kvarc Szajkóm, csak vagy hívják, aztán kiderült, hogy hamisítvány. Csak 50 is volt, nem hét. Igen, viszont be tudtad vele kapcsolni a tévét, az álljon. Nagyon jó volt. Mindjárt megkérdezzük a mi szakértőnket, hogy lesz valaki az év madara. Mert hogy tényleg érdekel minket. Itt van Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület munkatársa. Hello Zoli, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is! Jó reggelt! Fostos jó reggelt! Esetleg bár megfigyelésen, hogy ilyen vitalitás van a hangodban? Madárlesen valahol fekszel a nádasban, az Agárdi Popstrand mellett? Vagy összekeverted a kék pirulát a C-vitaminnal? Nem, egy taxiból megyek éppen TV-riportra, mit ad Isten fostos bugybóka témában. Ah, te tolod ezt a rohadt fostos bugybókát? Te vagy a sajtóügynöksége? Vagy mindenki erről a Abszolút én írtam annó a szavazáshoz a kortes beszédet, meg ezt a honlap oldalt is, igen, ezt most én kezelem így az Egyesületen belül ezt a részt. Mi szólt mellette? Hát igazság szerint le kéne kérdezni azt az 5040 szavazót az interneten, de szerintem Jézusom. mindenképpen az extravagáns kinézete. Azt gondolom, hogy a világon is benn van a top 50 legelvetemültebb, legszebb kinézetű madárba. Európában pedig biztos, hogy az 5-ben benn van, hiszen mondjuk kontinensünkön ez a legbuksabb madár, ami létezik. 5000 szavazat, ez azt jelenti, ti mikor szavaztok erről, vagy mikor lehet erről szavazni? Ez május-júniusban, tavaly május-júniusban egy hónapon keresztül. Ezt írjuk föl magunknak, jó? Ráúszítjuk a hallgatóinkat a honlapra, és megszavaztatjuk jövőre a legrondább madarat. De mi az, hogy május-június? Miért fél évkor kell szavazni? Mi van akkor, hogyha mondjuk júliusban, vagy mit tudom én augusztusban, mondjuk egy égő házból kiment egy gyereket egy kanalas gém? Akkor nyilván elbukta azt az évet. Érted? Azt majd elraktározzák. Hát ugye ennek egyszerűen az a technikai háttere, hogyha megszavazzák az emberek valamelyik madarat, akkor erre fel kell készülni.
tehát fotókat, videókat kell elkészíteni, ki kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk bevonni a lakosságot ennek a madárnak a védelmébe, meg kell csinálni a szóróanyagokat hozzá, tehát ez tényleg jó. Nem olyan egyszerű, hogy... El kell menned egy boltön csináltatni a nyilatkozatokhoz. Igen, ezt most nagyon, hogy elmondtad, írjuk föl, gyerekek, Laci írt, hogy április madártani honlap, jó? Megkeressük a leges legrondább madarat, és megkérjük azt a másfél-két millió embert, hogy csak minden tizedik nyomjon egy szavazatot, és jövőre mi megcsináljuk. Az év madarát. Az év madarát. Ez nem így szokott működni, hát úgy szokott működni, hogy felajánlunk három madarat. Aha. Ja, hogy ti előre szűrtök. Valami közünk van, mert kitalálunk valami olyan dolgot, ami Magyarországon egyszer figyeltek meg, mert mit tudom, Észak-Amerikából vándorolt el hozzánk, és akkor itt állunk letolt gatyával, hogy na erről akkor beszél, mondjuk ez egy hihetetlen jó mit tudom, záróvizsga lehet valami PR szakon, de ugye hát mi a való életben élünk, nem az egyetemen, tehát ez azért nem teljesen így a vakvilágba szokott menni. Ugye Magyarországon van 410 madárfaj, biztos vagyok benne, hogyha szabadon választhatnának az emberek, akkor kb. 13 ezeret ajánlanának. És akkor így van, hogy Józsi, legyen a bölömbika, ne legyen hülye, nem tudjuk lefotózni. Hát, ne legyen már benne. A tavalyi szavazás is három faj volt. Hallok, törkegi, hülye vagy! Búbos banka az egyébként szép. Igen, igen. Nézem a madarakat, van egy-két kedvenc, tehát most így fölmentem a ritka magyar madarak, és a bakcsó például, gyönyörű madár. Te az összeset tudod? Egyébként, tehát azt mondom neked, hogy mit tudom én, nem tudom, vetési lúd, akkor azonnal ott van előtted? Már nem szó szerint. Hát igen, és ugye az a érdekességet kell róla tudni, hogy a bakcsó az ez szép, de ugye milyen izgalmas, hogy vakvarjúnak hívja a nép, mert hogy ez az egyetlen olyan gémfél, ami éjszaka vadászik, nem nappal, és ilyen varjúszerű hangja van, és ilyen tízezes csapatokba is képes esténként menni vadászni, és így kvakkog, és ezért a nép elnevezés ugye vakvarjúnak nevezte. Ugye a népi nevek nagyon jók, hogy a forstos bugybóka kapcsán is hihetetlen, hogy egy ilyen kettős ez a madár, mert a felnőtt korban az egyik legszebb állat, ami létezik, fiókakorban pedig az egyik legrusnyabb kinézetű és a legocsmányabb viselkedésű. Ilyenkor ugye, egyébként a fáma szól arról, hogy ki volt az, aki az első észlelést tette. Tehát mit tudom én, hogy a zenékben, népzenéknél, vagy mit tudom, Bartók gyűjtötte. Tehát hogy először látta fosni a bugybókát, és ezt a nevet adta neki. Fosztos Gyuri. Ült a A latin nevezék az úgy néz ki, hogy amikor mondjuk leírjuk, hogy Upopo Epops, a latin neve, és igen, akkor mondjuk ott van mögötte, hogy Linné, mondjuk 1882, tessé, most mondtam valamit. Tehát ez ilyen pontos elnevezés. Ugye felmerült az a kérdés, hogy nevezték el annó. Ugye amikor az élőlények többségét latinul elnevezték 200-300 évvel ezelőtt, akkor ugye alapvető volt a latinos ógörögös műveltség, és ezek a latin elnevezések mindig nagyon pontos jelentéssel bírnak. Most mondok valamit, a krotálusok azok mondjuk a csörgők, kígyók, és a krotále az azt jelenti, hogy kereplő. Tehát ez mindig jelentéssel bír, és az ember elmegy olaszokkal madarázni, akik ugye ezek élből ismerik ennek a hátterét, akkor ők el tudják mondani, hogy ez azt jelenti, hogy mit tudom én a madarakkal. De várjál, csak most már másodszor jössz elő ezzel a nagyon aljas és sunyi célozgat, hogy mi ez, hogy műveltség zélod, meg egyetemeztél, mire akarsz ezen célozgatni? Hogy alulműveltek vagyunk, erre célozgatni vagy? Nem, engem is mindig, nekem is mindig utána kell néznem a mondjuk a latinnak, csak az a probléma, hogy úgy oldották meg ezek a túlművelt emberek, hogy általában egy rövid szóban van egy latin, és van mondjuk egy ógörög szótő, és ezt vonták össze. Tehát ma, aki ezt meg akarja fejteni, az általában latinul, ógörögül, olaszul is tudnia kell. Van is ilyen könyv, ami ezt dolgozza föl Magyarországon. Zoli, itt kérdezik a hallgatók, hogy nem lehetne az, hogy minden madárra tesztek egy kitűzőt, hogy láthassuk, hogy ezeket a madarakat hogy hívják. Tényleg engem annyira bosszant, amikor leszáll a kert végébe egy szép madár, és le kell, hogy lőjem ahhoz, hogy meg tudjam nézni közelről. Hogy fogjuk a légpuskát a gyerekkel, tehát de nem tudok a közelébe kerülni. A megoldást tárcsőnek hívják. Előbb a puskát ismerje meg a gyerek, azt már a távcsővel. Igen, próbálták már távcsővel is eltalálni, de az sokkal magyarultak. A negyedik szajkót végre valóban nem csak megsebezni, hanem le tudtuk lőni, beesett a kertem belülre, mert ugye átesik a szomszédhoz. Megfogtam a kezem, és rájöttem, hogy ez a szajkó. Benni még földobta egy röpű madár, ugye hát már nem röpült, mindig visszaesett, de hogy nem lehet valamit rájuk tenni tényleg, hogy úgy tudjon. Erősen véreznének, meg hát van olyan madár Magyarországon, ami teljes
tömegében ugye 4,5 gramm, tehát hogy arra, hogy rárakni egy kitűzőt, az olyan, mintha neked egy ülőt kéne hordozgatnod, mert az jó buli. Az nem jó. Amit a magyar emberek egy csomó minden nem tudnak a madarakról. Itt repkednek körülöttünk, jönnek enni, isznak, repülnek, de hogy tulajdonképpen nem csivitelnek. Csivitelnek, felébredsz rájuk, de... Csomó felesleges dolog, mi? Igen, 80%-ban nem tudod, hogy milyen szép madarak vannak körülötte. Hát ezért dolgozunk, és ezért van például az évmadara dolog, hogy megtudjuk, hogy milyennek a madárnak a neve, milyen érdekességei vannak. Tehát tényleg ez a forstos bugybók a dolog erre nagyon csapnak, mert ez annyira elképesztő, hogy ugye ez egyébként pedig az emberiségnél ezek be van tiltva, ez a biológia és vegyi fegyver, amit ezek a fiókák használnak. Tehát ez annyira elképesztő, hogy tehát nem is gondolom az ember, hogy Magyarországon van ilyen extravagáns viselkedés. Zoli, ha találunk ilyen fostost, kis fostost, akkor hogy veszünk rá azt, hogy kinyissa azt a díszt a fejét? De szerettem azt kérdezni meg, hogy forró olajban milyen íze van? Hogy meg tudjuk sütni? Hogyan kéne jól elkészíteni? Jó, hát ugye ették az olaszok, szerintem még most is eszek. Hát azért ahhoz képest, ami hús van mondjuk egy cinegén, és azt is lövik, ehhez képest ez sokkal jobb. Hát hogyha benéztek egy fészekbe, azt nem javaslom, mert akkor még nem nagyon van taraja, és az arcotokban nem az izé fog menni ugye ez a szép búb és ez a taraj, hanem a forró nagy nyomás ürülék, és azt molciók adja, tehát ez nem annyira jó. Egyébként pedig, hogyha mondjuk gyűrűzéskor kézbe fogjuk ezt a madarat, akkor kinyitja ezt a taraját, hiszen ez alapvetően egy ilyen érzelmi visszajelző is, sőt riasztja, ugye ez háromszorosára növeli a madárnak a fej méretét. Azt tudom, milyen. Így élek 30 éve, vagy 35 éve, háromszoros fejmérettel. Engem valaki nagyon megijesztett a János kórházban. Igen. Az újszülött osztályon. Rányították az inkubátort. Felüvöltöttek, nézd már milyen ronda. Abba pillanatban berobbant a fejem háromszoros fejmérettel. Egyébként, ha benéznétek egy ilyen fészekbe, akkor elájulnátok, mert ugye tényleg az, hogy az a szalakóta alkatúak közé tartozik, szalakóta, jégmadár, búbosbank, ez a három legszebb európai madár. A fiókai a legcsúnyábbak, tényleg azt lehet nézni, hogy ehhez képest a, nem is tudom, a szörnyeteg az egy ilyen szőidei matiné. Tehát a hernyó, hogy ronda mászik, aztán ugye milyen szép. De a hernyó, igen, tehát egy szőrös hernyó, ilyen nagyon vastag toltokjai vannak, és ráadásul tényleg így undorkodik is. Tehát most gondoljuk el, hogy egy élet császára ragadozó, nyest, görény megy ott boldogan, hogy jól megkajálja, megkapja az arcába ezt az iszonyatos bűztengert, és elmegy egy ragadozónak, ami dögött is eszik, elmegy a kedve, hogy megegye a fiókákat. Tehát el lehet képzelni, hogy mi zajlik abban a fészekben. Érkeztek már reklamációk a honlapotokra a többi madártól, akik pereseljárással fenyegetnek, reklamálnak, hogy többet tettek meg azért, hogy az év madarai legyenek, esetleg ügyvédi felszólítás, hogy jövőre szeretnének ők is benevezni. Semmilyen nem jön? Nem, azért könnyű dolgozni madarakkal, úgy gyerekekkel, hogy viszonylag kevésbé olvassák a szakirodalmat, és nem nagyon tudnak, meg ugye a kis tollaikkal nem nagyon tudnak gépelni, se érintőképernyőn, se klaviatúrán, tehát ilyen szempontból ki vannak nekünk szolgáltatva, tehát nem érkezett még visszajelzés, de ha érkezik, akkor nyilván megválaszoljuk nagyon kultúráltan. Köszönjön neked, jó vigyázzatok magatokra, jó munkát nektek ott a Madártani Egyesületnél, és akkor áprilisban lefogyasztjuk a honlapotokat, jó? Indulunk egy ilyen hacker támadással. Köszönjük! Ciao, Orbán Zolinak, a Madártani Egyesület munkatársának, köszönjük szépen! Nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Ja, az ember gyerekkorában beleszaladhatott egy-két olyan filmbe, amit nem akart megnézni, nem tudatosan ült le, hanem egy idősebb tesó odahívta, hogy nézz bele, elment egy születésnapi zsúrra, kicsit a szülők kimentek a szobából, előkerült egy VHS kazetta, ami elvileg rajzfilm kellett volna, hogy legyen, de nem az volt, hanem apa kedvenc horrorfilmje. Igen. És hogy milyen érdekes ez a pillanat, mert hogy tényleg az ember 20-30 évvel később is ezeket a filmeket, a film részletet, a film szereplőit fel tudja idézni úgy, hogy még az is megmarad, hogy kivel nézted, hol voltál, milyen lakásban voltál, mi játszottátok le, mindent. Tehát az agy olyan traumát szenvedett el valószínű, hogy mindenre emlékszel, ki mutatta meg, hol voltatok, és ugyanazon időszakból az életedben nem biztos, hogy mást fel tudnál idézni, de az a pillanat, az az ember, az a filmrészlet az egész egyszerűen megmaradt. Nagyon durva. Hogy utána mennyi ideig nem aludtál, hogy hány napig féltél elmenni budira gyerekkorodban, vagy a szülők leoltották a lámpát a hálószobába, egyedül maradtál éjszaka a szobában, és eszedbe jutott az a bizonyos film, mert hogy előbb-utóbb gyerekként beleszaladsz valami ilyenbe. És 10-15-20 évvel később egy unalmas szombateste csak kapcsolgatod a tévét, és a film pluszon, a Coolon, a Foxon, a nem tudom, hogy hirtelen
ott van egy ismerős képsor, és azt mondod, hogy ne. De jó, mert oldja a szorongást, már nem félsz tőle, kicsit jó újra szembenézni, hogy újra is Minden valami napig van egyébként olyan, amit nem nézek meg, vagy nem szívesen nézek meg. Nekem nagyon sok ilyen, majd visszanézve most már röhögök az, hogy úristen eltöltöpített. Volt egy baba, akinek egy bevásárlóközpontban egy gonosz ember átadja a varázs erejét. És ezt a babát úgy hívták, hogy Chucky. Ez a gyerekjáték. Ez a gyerekjáték. Chucky-ba én azért futottam bele, mert a tesóm hazajött valonnan, és azt mondta, hogy figyelj, hogy keresett a Chucky. Igen, keresett a Chucky. Milyen Chucky, a szippan Chucky. Nem így volt. Süssétek el, kollégátok, egyébként működik. Gábor, keresett a Chucky. Milyen csak a szippan Chucky. A 10-ből 10 ember benyalja. Itt erre mindenki felült erre volantra nálam. És valahogy beleszaladtam, és tudom, hogy amikor belenéztem a baba szemébe, már dermedten ültem. És amikor a baba kinyitotta a szemét, életre kelt a bevásárlóközpontban, ma nagyon gonosz tetteket hajtott végre, hetekig voltam lelkibeteg. És mindig azt vizionáltam, amikor egyedül maradtam a szobámban a gyermekkorban, hogy egyszer a hálószobámon az ágy alatt fog megjelenni. És csak úgy tudtam elaludni, hogy mindig benéztem az ágyom alá, hogy nincs ott csak. Hát az ágy alá benézés, igen. És nagyon lassan az ágy alá be, és mennyire klasszik horror jelenet, úristen. Benéztél az ágy alá, és jó, megnyugodtál, hogy nincs ott, de már tudtad. A következő pillanatban, hogy a szülők nem sokára leoltják a lámpát, egyedül maradsz te és a félelme. És akkor előjön Chucky, mert megnéztem, 8 éves volt. Nagyon sok ilyen volt. Az ember nem akar beleszaladni. Nem, hát, de tiszta gyermeki lélekkel nem vagy erre felkészülve, hogy ezt kapod a következő pillanatban. Régi VHS kazettákkal. Hát régi VHS kazettákkal, féljétek. Nekem volt egy időszakom hónapon keresztül, messzire ugrottam le mindig az ágyról, nem mertem letenni az ágy mellé a lábamat, mert megnéztem a Kedvencek temetője című filmet, amiben van egy jelenet, amikor az ágy alól a kisfiú, aki már visszajött, de nem ugyanaz volt, aki régen. Oh, tudom. Egy szikével a doktor úrnak az Achillesét átvágja. Igen, és finoman a részletekkel. Ja, bocsánat, igen, mindegy ez van. És akkor jött Tom és Jerry, és... Nekem volt egy másik, amit én a nagymamámmal néztem, mert a nagymamám imádta. És nem volt egyébként egy ijesztő sorozat. Emlékszel, amikor a Csortos Gyula... Igen, amikor Teli Szavalasz megjelent. Óvakodj a törpétől. Megvan? Abban volt egy albínó ember. Igen. Az albino. És én emlékszem, hogy néztem a nagymamámra, néztem a tévéképernyőre. Megint ránéztem, és vártam, hogy oldja a szorongást, és mondjon valamit. Mama ébred. De a drága nagymamám akkor meg... Vidáman aludt, és ebből éreztem, hogy nem lehet akkora baj, ha nagyja alszik. És abban volt egy fehér ember, egy albino csávó. Nem tudom, hogy miért volt ott. Nem tudom, hogy mit, de mindig, de amikor megjelen, nagyon bérgyilkos volt. Óvakodj a törpétől. És tudom, hogy ezt mindig a nagymamámmal együtt néztük, ez heti sorozat volt, vagy nap, és mindig ilyen rituálisan letelepettünk a képernyőt, és nem volt annyira félelmetes, tehát a nagyika nem gondolta, hogy az 10 évesen, 12 évesen, te abban még bele tudsz látni dolgokat. És megjelent ez a fehérbőrű csávó. És kész. Gyerekként nem tudtad, hogy most mit csináljál. Hova menjél? Kihez forduljál segítségért? Nagyika meg... Vidáman. Hány ilyen volt? Na nézzük. Amit én mondtam, bocsánat, még egy, és akkor én a saját sztorikat be is fejeztem ezzel, a Pokol hét kapuja, ugye, amiről aztán beszéltem, ez a Eibon című, mi Eibonnak hittünk, mert így volt ráírva a VHS-nek az oldalán. Pokol hét kapuja, ez egy klasszikus Lucio Fulci horrorfilm egyébként. Amikor Lucio Fulci az nagyon. Így van. Tehát... És aztán a múltkor is láttam rajta egy igen. Én a Pulciban csak Lucio Fulcit húzok fel. Nagyon egy szeretem. Pia kardigán után hordtak aztán. Azt már letettem, most már csak Lucio Fulci. És abban volt egy jelenet, amikor az elátkozott házban, ami a pokol egyik kapujára épült, a vaklány. Jaj, ne! Este. Megy a szobában, de a szoba akkor már tele van zombikkal. Jó, álljunk meg. Megy a szobában, és egy másodán fogja meg a lábakat, és utána a saját kapuja, hogy a kutyán széttépi. Nem értek, nem. Nem menjünk, ne boncoljuk nagyon. A Colos nagyon csöndben van. Ja, hogy nem dolgozik. Így valaki, igen, Feri, nem azért van csöndben, mert nincsenek filmes élményei, ő már szerintem ma reggel 3 állatot átköltöztetett az örök vadászmezőkre, öli, mészárolja a disztókat, hogy sok kolbászt lehessen. Meg neki még viszonylag kevés filmes élménye, most éppen a Tenkes kapitányát nézi Dián. Így van. Illetve régi daguerrotípiákon a Ben Hurt ellen. Igen, és Petőfinek a képét forgatja balról. És Kossuth beszédét hallgatja. Igen, Viasz Hengerről. Na, azt mondja, hogy nézzük, mit írnak a hallgatóink. Ugye a kérdés az volt, hogy kinek milyen jelenet égett a retinájába gyerekként, hány éves voltál, ki mutatta meg neked, hol láttad. Akinek van ilyen jelenete, tényleg tudja, hogy minden megmarad.
Falusi, falu nyaralás 10 év körül óvakodja törpétől, erről beszéltünk, ezt játszották a kultúrházban, eléggé beragadt, pont ezt írja Brian és az Albino Bali. Úgy ez. Látom, hogy ez neurális. Generációs, igen. Generációs. Twin Peaks 7 évesen a felé takaró alól halálos félelemben néztem, a zenétől most is kiráz a hideg. Igen, ez a gyanútlan szülők, akik leültették ugyanúgy a gyereket is, amikor a Twin Peaks nagy sláger volt. És nem értették, hogy hosszú évekre meghatározzák a gyermek jövőjét. Ha Twin Peaks nézett meg. 10 éves lehettem, amikor a nővérem kirángatott az ágyból, hogy néznek meg bele egy nagyon jó filmet, ami most fog kezdődni. Kérdeztem, hogy mi az, ő erre. Tök aranyos film, a címe az, hogy The Blair Witch Project. Hát ugye más, mi már ezt felnőtt fejjel néztük, ő valószínűleg fiatalabb. Nekem ez nem mondott semmit, ő pedig tudta, hogy ha azt mondja ideglelés, akkor eszem ágában sincs megnézni vele. A kőrakásos jelenetekbe belegondolva a mai napig kiráz a hideg, gondolhatjátok, hogy viseltem akkor. Én tényleg azt hittem, hogy ez egy dokumentumfilm, és ezt valaki végig kamerázta, ugye egy kézikamerás kis felvétellel. Ez rátett egy lapáttal. A mai napig aznap nem mertünk egyedül aludni hát, a szobánkban. Hát ez minden... nekünk már felnőtt fejjel. De akkor is óriási, óriási fantasztikus vagy. Ötlet, ugye úgy is adták el a filmet, hogy ez egy ilyen talált film, hogy egy ilyen kézikamerás, vagy stb. És azt csinált, aztán 25 ezer dollárból csinált 250 millió. Zseniális volt, igen. 6 éves koromban a bátyám kényszerített, hogy nézzem meg a Predátort. Azt mondta, ha nem nézek oda, megver. Mondjuk nekem tetszik. Zseniális film. Igen. Az Alfa Holdbázis című sorozatban az a rész, amikor valami energialény beszippantotta az űrhajósokat, és leégette a húst a testükről, mai feje nagyon gagyi, de kisgyerekként félelmetes volt. Beszippantott őket, és ilyen összeégett briketként lökte ki magából. Jézus. Nagyon durva volt. Igen. 10 éves koromban két bátyám leültetett a tévé elé, de ez felnőtt hallgató, és emlékszik, hogy 10 évesen. Milyen a bátyám. Igen. Két bátyám leültetett a tévé elé, és meg kellett néznem az Omen 1-2-3-an. Hónapokig nem tudtam aludni. És vizsgáltam az anyaigyeimet, hogy nem formáznak-e 666. Igen. És alvás közül leborotváltam az öcsémnek a haját, hogy hát, ha benne. Igen. Az megvan, amikor annyira féltél egy filmtől, hogy nem mertél még a budira se ráülni. Én megnéztem az Aratnofóbia című filmet talán 12 évesen. Igen. Úgy mentem budira gyerekként, hogy az egész vécét mindig átvizsgáltam. Kicsit mindig nyitva, az megmond gyerek, hogy nyitva vagyod a WC ajtót, mert arra gondolsz, hogy mindig onnan támadnak, amire nem számít, az alulról. És szerencséből a fajancból jön majd ki a vérpók. És úgy ültél, hogy leültél, gyorsan megoldottad a dolgot. De nem tudtál elvonatkoztatni attól, hogy tuti. Tuti, hogy most valami leránt a WC-be, és megjelennek a pókok. És gyereki mindent átvizsgáltál. És ilyen ős ellenségként kezeltél minden nyomorult kaszás pókot, ott szeretnését, ott ízért a csetlet botlott nyomorult, tudod, alig tudott, alig volt benne életet, ránéztél, igen. És most megnézed az Aratnofóbia című, és fölröhögsz, hogy úristen, hogy tudtál ettől félni 10 évesen? De 10 évesen nem mertél elmenni a budira. Egy táborban voltunk, 6 éves voltam. Az idősebb srácok egy sátorban tervezhették. Nekem aludnom kellett volna, de kiszöktem, és a sátor ponyvái között lestem, hogy mit néznek. Az X-aktákból ment a farkasemberes rész, pont az jelenet, amikor átalakul. A mai napig emlékszem, mit láttam 22 évvel ezelőtt. Óvodás koromban vittek el a szüleim moziba Roger nyúl a Pászban című filmre. Volt egy jelenet, amikor a gonosz szereplőt kilapította egy úthenger. Onnantól kezdve, ha megláttam egy úthenger, sírógörcsöt kaptam. Ez nekünk is volt ilyen, csak mi egy gyerekfilmre akartunk beülni a drága nagymamámmal, csak elnézt, és a Poseidon katasztrófájára ültünk be, de annyira aranyos volt, hogy nem mert ugye kimenni a moziból. Így ültük végig. Így ültük végig a bátyámból. A híradónál még nem féltünk előtte. Mikor híradónát, kacsa? Emlékszem, Poseidon katasztrófa. Úristen. Talán a Bartók moziban. Nem hát figyelj, nem ugyanígy voltunk sokáig egyébként. Nem aludtunk. Jól, a nagy nagyon élvezte. Ha valaki látta, akkor ezt tudja, a Hugo a víziló. Beülsz rá, nagyon kedves, nagyon helyes gyerekfilm, csak amikor a Hugonak az egész családját lemészárolják, akkor így tudod, így ott valami, igen, ott valami zökkenés, vagy egy kis döccenő volt a forgatókönyvírónak az életében, a magánéletében biztos, amikor ez a rész azért. 101 kiskutyám a szörnyel, a autós üldözése óvisként ki kellett jönnöm a moziból, azóta se láttam, pedig eltelt 30 év. Az nagyon teljesen szörnyű volt. Nagyon féltem. Erdőszelleme nagyon sokan írjátok, hát. Nem tudtam kihasználni a lányzó közeledését, mert szintén lerágtam a körmeimet. Tompika küldte nekem. Nagy klasszikus. Elkapott jelenet sötét szobában, csaki arca közelről, amikor megmozdul a gonosz kis szemecskéje. Érdemes megnézni, igen. Azóta se láttam az egész filmet, de a játékbabáktól kiráz a hideg. A Fekete esőt akartuk megnézni anyummal, az egy jó film, az egy Michael Douglas Black film. Rain, így van. Az egy nagyon jó film. Nagyon jó mozi. De véletlenül a Freddy 4-re ültünk be. Az első jelenet élezi a körbeit, sírva jött ki a faszimba. Hát a Freddynél nincs kegyetlenebb. Ha az gyerekként megnézed, kicsit megállsz a növésben. Igen. Hát amikor Freddy vezeti a buszt, nekem mond. Szerintem neked tényleg az volt az első. Nekem meg volt minden rész. Igen, ha 12 évesen óférket nézed, meg nincs baj, de beleszaladtál a Freddy.
ül és vezeti a buszt, és az iskolás buszt, és a gyerekeket, és már látod, hogy a Freddy vezeti, és a bacsikos félelmetes atya is. És a ugrókötelező kislányok a ház előtt. Igen. Ha a Hitchcock madarak 6 évesen néztük meg az unokatesommal, 10 éves koromig a galamboktól is féltem. Amikor betörnek a házba, majd elkapják az öreg nőt, a hintaszékbe találják meg, szörnyű volt. De emlékszem. A madarakhoz fűződik egyébként a legbizarabb élményem. Én nem láttam a filmet, mert annyira féltem, hogy nem mertem megnézni. Aznap láttam, hogy lesz az újságban, és leutottam, és egész ilyen rémálmaim voltak úgy, hogy egy kockát nem láttam belőle. Főnöm, nagyon durván megmarad. Gyerekként tényleg nagyon durván megmarad. A barlang, amikor a csaj a kamerával ráfordul a lényre, este mentem a pincébe, mindig bekiabáltam, hogy lények, menjetek a helyemre, menjetek a helyetekre, akkor 28 voltam, de bekiabáltam. 10 pontos film. Hú, tudom, nagyon kemény, igen. Az Andromeda Tör című filmet 8 évesen láttam. 20-25 évesen is porrá váló vérrel álmodtam. Ezt Endre küldte nekünk. Az én 3 éves kislányom a TV Maci Paprika Jancsiától évekig iszonyatosan retteget. Ezt Attila küldte nekünk. Azt mondja, hogy tetves varjú dombi mesék, hát jó, hát az csősz, öreg apád, kész, már ben volt az ágy alatt. Anyád meg nem értett, hogy miért nem nézett varjú dombi mesék. A főcímben konkrétan összepisírtam. Azért jó lett volna, hogy egy gyere pszichológusan megnézetik ezeket a kis rajzfilmeket, vagy animációs filmeket, mielőtt a képernyőre küldik. Ki szerette a varjú dombi mesék? Csősz, öreg apám, tudod, és a varjakot, és kész. Meghaltak, én nevellek fel. De tényleg, és foltokból vannak. És nem tudtál aludni. És kézzétek el, megy a köztévén. Álltam a szobába, kedves karikával nyugtass. Hát remélem. Én emlékszem a hófehérkére, amikor a klasszik Disney hófehérke, amikor 6 évesen tesómmal beültünk, és van az erdős jelenet, amikor hófehérke menekül, és nézik a szemek. Szörnyű. És tudod, édesanyám mosolyogva, tudod, ül, hogy hát ugye, elmentünk mozizni, ugye? És azt látta, hogy két gyerek tudod kapaszkodva a székbe, így ül a hófehérke. Apátok, sose hozott el veled, ugye? Milyen jó anyád, és jót akart, és tudom, hogy a budafoki moziban néztük meg, nem voltam több 8 évesnél, és amikor hófehérke menekül az erdőbe, kész. Megláttam egy fát, és 4 hónapig bepisíltem, tudod, és nem értették, hogy miért nem lehet velem erdőben lenni. Nálam emlékszel erre a jelenetre? És a szemek, az őzek. Nálam ugyanezt a reakciót váltottak ki. Mónika Só azt mondta, sose csalsz meg része. Köszönöm, hogy legalább nem Balázs Sót mondták. Köszönöm neked, hogy legalább Mónikát mondta. Igen, szemek. Igen, szemek, néhány fog. Köszönöm, hogy nem a Balázsot mondtad. Csehszlovák horror vámpirautó a gázpedálon átszívta valaki. Tudom. Igen, erre nem emlékszem. Annyira primkó az ötlet, de nagyon félelmetes volt. Ezek félelmetesek, látnátok az anyósom, amikor reggel kijön a szobába. Ja, Istenem, már nagyon-nagyon jók vannak, nagyon jók vannak. Azt mondja, hogy Dunakeszi 12 évesen felnőtt tesóval Vörös Csillag mozi, azóta kocsma, Star Wars. A redőny zörgött teste, anya-apa be akar jönni. Felkiáltásra rohantam ki, Csacsi küldte nekünk. Igen, Vörös Csillag mozi, hát azért a nevében benne van, ott csak jót. A legnagyobb, most már ugye hotel. Igen, én belefutottam, még ilyen, voltak ezek a zombis, csak az volt, hogy zombi 1, zombi 2, zombi 3, hát... Én nem is tudom, azt még emlékszem, hogy hol láttuk, az is egy ilyen zsúron volt, valaki betette. És az volt a lényeg, hogy úgy tudtak csak megmenekülni, hogy a motorcsónaknak leszették a propellere részét, azt próbálták berántani, és azzal mentek neki a zombiknak. Hát ez... Nem tudod hova tenni. Tehát kaszinotojás, sonkatekercs, így 8 évesen a zsúrba tudod ránézni a többiekre, mindenki nagyon fél a szobába, sehol egy szülő, és első, senki nem nyúl oda. Első barátnővel vagy moziba, tudod, és ez egy hazakísérsz. Ne, hogy kísérlek, te kísérj haza. És tudod, hogy azért nem mersz el hazamenni, mert egyedül kell visszajönni. Egyedül kell visszajönni. Klasszik. Abszolút klasszik. Hányszor éltem át, ültünk a kanapén valamelyik haveromnál, akinek volt VHS lejátszó, ott ültünk hárman, és a kazetta már végigfutott, a tévé még ott sistergett, és nem mertünk hazaindulni. Tudom, én ilyen voltam, most megnézett felnőtt fél, és röhögsz, annyira gagyi. Édesapám nagyon szerette a Létszímű, rohadt szánalmas, óriási klasszikus, ugye, amikor egy pici légy bemegy a kamrába, és nem klónozzák, vagy nem tudom, mit csinálnak, hanem egy léggyé változik. Először egy kis szőrszál. Igen, nem tudod hova tenni 9 évesen. Tehát vannak vele problémáid, a feldolgozás szakaszban vannak. Előbb problémáid vannak vele utána. Én már ott egyébként picit megrekedtem a fejlődés egy szintén, amikor a macskát átküldte, és nem sikerült túl jó. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hatalmas botrány keveredik mindig abból, hogy mézet próbálnak hamisítani, és a hamis mézet próbálják nekünk eladni. Ugye Ákos is egész reggel egyébként kínai mézről beszélt, amit ugye hát felhígítanak némi jobb minőségű magyar mézzel, és így próbálják a fogyasztóknak eladni. Ne használd a felhígítanak szót,
Akkor mit csinálnak? Nem is tudom, próbálják emelni a színvonalát. Próbálják emelni, vagy feljavítani, igen. Feljavítani, akkor inkább így mondom. De hogy a kínai méhecskék rosszul végzik a dolgukat, az azért, vagy van szintetikus méz, van ilyen? Hát gondolom, hamisítják, tehát hogy cukorból csinálják, kevés valódi méz van benne, igen, és rossz minőségű mézet. Előfordul, hogy így teát, meg cukorszirupot, izocukort, kevernek össze, izocukrot kevernek össze egymással, és annak ugye színe is van, és hát édes is, de hát köze nincsen a mézhez. Na, most van egy teszt, ami meglehetősen tudományosnak tűnik, és azt mondja, hogyha kíváncsi vagy rá, hogy eredeti mézed van-e otthon, vagy hamisítvány, és esetleg azzal eteted a gyereket, akkor nem kell más hozzá, mint egy üveg, egy pici méz, egy gyertya, amit meg kell gyújtani, és... És 300 darab poszmék. Ha elhordják, akkor az. 300 darab poszmék, amit, igen, ha elhordják, akkor az. Na, nézze valaki, aki tud olvasni, jó, mert nagyon sok betű van rajta, és engem is mindig összezavar. Túl sok az info. Na, hogy mit kell csinálni? Tehát előttem van egy csészényi hamis méz, illetve nem hamis, hanem pontosabban rosszabb minőségű, és egy csészényi tiszta minőségű. Nem tudjuk, hogy melyik egyébként. Van gyertya, van öngyújtó. Meg tudod nézni otthon. Beleöntöd a tálkába a mézet, és megnézed, hogy jó minőségű mézet vettél, vagy nem. Ha már elfelejtetted, mert azért az árából kiderül, nem? Vagy úgyis csalódsz. Hát, hogy ez a trükk benne. Igen, ugye, igen. Nem azt mondja, hogy ez műméz, vagy hamis méz, hanem azt mondja, hogy ez egy rendes akácméz, kilója, nem tudom most mennyi, 2500 forint. És te megveszed azt, ami egyébként 300-at ér. Tehát pont ez a trükk benne, tehát ezért kell megtudni, ugye, hogy jót veszel. Hát, egyáltalán nem mindegy, mert ugye a virágméz az alapvetően olcsóbb szokott lenni, az akácméz meg drágább. Egyébként ez nem feltétlenül, tehát ízlések és pofonok, de az akácméz az mindig drágább szokott lenni. Ha meg aztán még bedobnak egy-két ilyen trükköt, hogy gesztenye méz. Így van. Hárs igazi méz. Termelői. Érted? Minél kevésbé ismerős az elnevezés a méznek, annál többet lehet érte kérni, mert tök ritkának tűnik. Kevés van belőle. Nem, azért van belőle kevés. Na, hogy kell csinálni, tessék? Ilyen most itt nem csak a gyertyatrükk van, hanem van még egy csomó más is, azt nem tudom, olvastad-e, hogy forgass meg, és akkor ha lassan megy föl a buborék, akkor az jó méz, ha nem lassan megy, akkor az rossz méz. A gyertyatrükk a következő. Fogad a kis mézedet, belemártod a gyertyát, de a kanócot rendesen beledugod. Tehát, hogy mézes legyen a kanóc. A kanóc legyen mézes. Jézusom, csepegtesd le a felesleges mézet, vagy töröld le róla egy vattával mondjuk, és gyújtsd meg. Igen. Megvan. Igen, összemézeztem, ezt töröljem le. Ez valami. Kiderül, hogy jó-e a méz, vagy nem, tehát utána ezt letörlöm. Egy picit töröld meg, így van. Igen. Jó, ne nagyon. Igen, a számítógépre nem érdekes. Igen. Na, gyújtsd meg, ha gyorsan és könnyen meggyullad, ez nem gyorsan és nem könnyen. Tehát azt kell nézni, hogy utána a kanóc milyen gyorsan gyullad meg. Fújd el. Igen. Tegyük bele a másik mézbe. És ha gyorsan és könnyen meggyullad, akkor igazi a méz. Ha nem könnyen, akkor vizes méz. Akkor vizes a méz. És vizes lesz a kanóc, és nem gyullad meg. Igen. Na, hagyjatok ezzel. Hát ez egy elég érdekes. Komoly trükk. Ez egy elég érdekes. Víz van a mézben, nem gyullad meg. Rafinált volt, aki kitalálta. Hagyobány. Ha nincs víz a mézben, könnyen meggyullad a kanóc. Vizes hamisított méz, de szerintem ez tényleg, tehát most vízzel... Simán lehet, hogy vizet tesznek, nem tudom. Igen, és utána... Na, gyerünk, nézzük meg. Tudjuk, hogy melyik a hamis méz? Tudjuk. Aha, most ez egyáltalán nem akar meggyulladni, és ez serceg. Az lesz, ez most gyulladt meg. Nagyon nehezen meggyullad, tehát valószínűleg most tehát ez gyulladt meg nehezen. A víz. Jó? Most nyald meg. Mit? De úgy, hogy ég. Tehát ez gyulladt meg lassabban. Igen. Igen. Tehát ez a hamis. Hát az szerint. Egyértelműen. Az a vizes. Így van. Vizes hamis méz. Akkor mondom. Aha. Ami először könnyen meggyulladt, az a maci méz. 150 forint 4 liter, baromi könnyen meggyullad. A másik pedig a kós. A másik pedig ez az úgynevezett kóserméz, amiből többféle típus van. A rohadt életben hetek óta az zabálom. Tessék? De várjál. Ez a termelői méz. Ez a maci méz. Na. Aha. És melyik, most melyik gyulladt meg nehezen? Én már nem tudom. Az első? Aha, akkor viszont meg vagyunk, mert ja, akkor jó. Ez ami kicsi maci, nagy maci. Többféle figurában van, nyúlban, maciban. Tehát ez a kevésbé jó minőség. Ez gyulladt meg nehezen, tehát ez volt a vizes, és az első, erre az van, ez akkor nem a kóserméz, ez a termelői repceméz. Igen. Na jó, hát gyerekek, ez gyulladt meg valami könnyen. Hát a repcemézről nem is tudod, ad ide. Hát. Ne idd meg. Ne, dehogy iszom. Hát ez például,
hogy nézed meg, hogy van-e benne buborék a rendszerész? Így se, mert ki van kristályosodva, de ez egy teljesen természetes folyamat, hogyha átmelegítjük egy picit, ez is megint a folyóssá válik. De én most egy picit megnyugodtam, mert hetek óta eszem már Balázsnak a rohadt drága kóser mézét, és az egy nagy csalódás lett volna, ha kiderül, hogy hamis. Te eszed a mézemet, te rohadé? Imádom. Nagyon fincsi. Azért volt ez ilyen gyors. Följük a méhészünket, megkérdezzük. Misi itt van velünk. Hello, Misi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Méhész vagy? Igen, pontosan így Győr környékén méhészkedek. Méhész vagy, ahogy megbeszéltük. Érted? Felejtsd el, tegnap mentes voltál, ma méhész vagy. Elárulnak, tudod. Figyelj, honnan tudja az ártatlan vevő, aki tényleg horror pénzt fizetett neki, hogy hamisítvány vagy nem hamisítvány. Ez a gyertyás teszt jó, de ezt otthon tudom megcsinálni, amire már ugye megvettem a mézet. Igen, pontosan. Hogy látom én a amit tudok mondani, hogy elsősorban inkább termelőtől kell venni, tehát piacon, termelői piacon. Tehát én első körben azt tudnám mondani, én a bolti mézekben nem feltétlen bízok, főleg nem azokban, akik ugye nagy mennyiségben, mert ugye átlagban bolti mézek olyan helyre kerülnek, tehát akik termelőtől vásárolják föl nagyon-nagyon nagy mennyiségekbe, és ezért gondolom, hogy ott könnyebben lehet mutykázni, de aki kint árul a piacon, ő nem igazán tud mutykázni. Egy-kettő vízzel nem igazán lehet higítani a mézet, mert kidobja. Tehát azért mondom, a méz egymillió féle lehet, tehát sűrűsödhet, folyékonyabb lehet, hogyha frissen van, kimelegítve, kiolvasztva, akkor egész folyékony. De az nem baj, ha kristályos szerkezetű, nem? Tehát attól az még nem rossz. Nem, az egyáltalán nem baj, sőt a méznek ez egy természetes folyamata. Tehát nagyon sokan mondják, hogy a méz cukrosodik, de ez hülyeség, mert nem cukrosodik, hanem kristályosodik. Tehát ez a méznek egy természetes folyamata. És minden méz típus máshogy viselkedik. Például egy virágméz, egy napraforgó méz nagyon-nagyon gyorsan kristályosodik. Egy akácméz akár 2-3 évig is, hogyha normális szobasz hőmérsékleten van, nem kristályosodik úgy, de esetleg egy kicsit megdermed, megsűrűsödik. Hogy hamisítják? Tehát mit tesznek bele? Cukrot tesznek bele? Azt feloldják valami mézhez hasonló színű folyadékba? És abban lesz... úgy lehet, hogy a méhek elé kiteszik a cukros zsákokat, és akkor a méhek gyakorlatilag a cukrot hordják be a kaptárba, és abból azt alakítják át valamilyen fajta mézét. Tehát így lehet hamisítani, valamint Kínából behozzák a jóisten se tudja milyen mézet, és azokat keverik a magyar mézhez. Úgy mondják, hogy a magyar mézzel javítják föl a kínai méz átlagát. Hát vagy olcsó ízocukorral keverik össze a mézet, ami egyébként szinte ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a méz, ugyanolyan folyékony, átlátszó, stb. Hát nem hiszem, hogy azt úgy össze lehet keverni, ezt a mélyek össze tudják keverni, de egyébként a laboratóriumban bármit meg lehet csinálni. Neked vannak méz családjaid? Hát igen, nekem van 80 család, testvéremnek van olyan 130-140, meg édesapám is mézkedik, akinek mi segítünk, ott is van 110-120. Tehát ugye a családban azért van olyan 350-400. És van a három halmaznak egy metszete. A közös családok. És akkor a kínaiak hogy csalnak? Tehát ők mit csinálnak? Tehát mitől rosszabb minőség egy méz arra akarok jönni, hogy felhigítják? Nem tudom igazából. Én egy olyat hallottam, de ez nem 100%, biztos, meg olyat olvastunk, hogy Németországból küldtek ki tudósokat Kínába, hogy állítsanak elő egy olyan mézet, amit semmilyen labor, semmi nem tud kimutatni, mégis se méhet, se virágport, se semmit nem látott. És előállították, tehát meg tudták csinálni. Most ezt küldik be utána egész Európába, meg egész Amerikába. Tehát Amerikában is volt ilyen hatalmas nagy balhé, hogy elárasztották kínai mézzel az amerikai piacot, és tönkrementek az amerikai méhészek. Európában is a méhészek tüntetnek a kínai méz ellen, de igazából ez mind profit, úgyhogy nem nagyon lehet ellene mit csinálni. Ez milyen érdekes, hogy úgy csinálják meg, vagy lehet, hogy arra is lehetőségük van már, hogy sem méhet, semmi méze, semmit nem látod, és megcsinálják. Hát van a hamis tojás Kínában, ami arról szól, hogy van sárgája, fehérje, de soha nem látott tojást, és előállították szintetikumokból. Én egy évvel ezelőtt láttam az egyik üzletláncban, az volt ráírva a származási helynek, hogy Európán belül és Európán kívüli országok mézének a keveréke. Így volt megfogalmazva. Az nem hangzik túl jól. Tehát azt figyeljük, hogy kristályos, azt figyeljük, hogy kicsapódik a cukor, az jó, és azzal nem feltétlen baj van. De ez a repceméz, ez összeállt. A repceméz az egyébként az 2-3 nap alatt besűrűsödik, bekristályosodik. Ennek ez az állag olyan, mint a kacsasír, ez az állaga, és egyébként a repceméz a szuper jó, akiknek például ilyen gyomorfájos, gyomorsav túltengése van. Tehát naponta egy kanál repceméz, és bár az összes gyógyszerét eldobhatja, ami ezzel kapcsolatos. Tehát a szuper jó, én mindenkinek így szoktam mondani, akinek ilyen refux, meg ilyen gyomor problémái vannak. Naponta egy kanál repceméz,
és minden baja megszűnik. Na, mit csinálnak? Telelnek a méheid ilyenkor? Vagy pihennek? Persze, igen, ilyenkor már beteleltettük őket, betakargattuk őket jó melegen, aztán most már pihennek. És betakargatjátok őket? Miért természetben nem takarja be őket senki? Miért kell őket betakarni? Azért, hogy könnyebben meg tudják tartani, hogy a kaptárban egy állandó hőfokot kell, hogy tartsanak, és fölülről szoktuk takarni ilyen karton takarásokkal, meg szőnyeg takarással, nájlonnal, hogy minél könnyebben meg tudják ezt a hőmérsékletet tartani, mert minél nagyobb hőmérsékletet kell nekik előállítani, annál több energiába kerül, annál többet kell, hogy egyenek. Mennyi ideig él egy méh egyébként? A dolgozó méhek ilyen 25-30 napot élnek, amik nyár végén születnek, tehát ilyen augusztus környékén születnek, azok az áttelelő méhek, azok tavasszal az új generációig élnek. Ugye ők már nem dolgoznak annyit, és ők áttelelnek, és tavasszal, amikor már az új generáció kikelnek, akkor folyamatosan pusztulnak. Megszületik, melózik 25 napot, majd meghal? Pontosan. Édesem, igen. A méh anya, aki többet ér, tehát az 2-3-4, akár 5 évet is elér, a méh anya, ugye, de azt a méhek eldöntik, aztán lecserélik, amikor már úgy érzik, hogy nem megfelelő. Álltok valami intelligensek, én azt olvastam róluk. Hát ezt nem tudom, ti mennyire tudjátok nyilván tanulmányozni, de hogy kommunikálnak, megvannak a megfelelő jelek, hogy merre kell menni, vannak futárok, akik lelőhelyeket keresnek, leadják a többieknek a jelet, körözéssel, tudják, hogy merre kell indulni, tehát hogy sokkal intelligensebbek, mint amennyit tudunk róluk. Ez abszolút így van, és ráadásul az a legjobb az egészben, hogy egy tökéletes társadalomban élnek. Én ezért is szeretek kimenni. Hát azért a 25 napig dolgozom, majd meghalsz, azért ezen tudnék javítani. Igen, tehát hogy tetszik, de azért lenne javítani való. Igen, de mindenkinek megvan a saját szerepe, meg a saját funkciója. Az mit jelent? Hát, milyen? Rendszer szerint épül fel. Valaki vizet hord, valaki nektárt hord, valaki virágport hord, valaki őrző, valaki kutató. Mesterről egy kicsit, ezt imádom, a vízhordó honnan tudja, hogy neki vizet kell hordani? Nyilván az ösztön és a genetika, de ez egy szenzációs szerveződés. Ez úgy néz ki, hogy ahogy a méhek megszületnek és utána idősödnek, úgy változnak a különböző funkciói. Ugye először elkezdenek vizet hordani, utána később hordják a másikat, harmadikat, negyediket, és a végén van az őrző funkció. Tehát ahogy idősödnek, úgy változnak a különböző funkciók, amiket éppen hordják. De két napig hordtál vizet, ugye a 45 napodból, igen. És akkor utána valaki szól, hogy na, akkor most valaki irány. Tényleg rád mutat? Te igen. Már elég vizet hordtál. Mától őrző vagy. Hé, Tata! Igen, valahogy hasonlóan. Te fogd meg azt a vödröt, ne lógjál! Mostantól őrző leszel, mert nem hordod azt a vizet. Tehát ez hogy van? Egyszer csak egy vízhordó még egyébként tudja, hogy neki az ideje lejárt, és mától őrző? Vagy ő most már... Az embereknél először óvodába jár, aztán iskolába jár, aztán elmegy dolgozni, aztán nyugdíjas lett. Az embereknél gyakorlatilag ugyanez van. Mindig más csinál. Na, de azért megyek óvodába, mert anyám odavitt, aztán azt mondta, hogy most már iskolába mész, kisfiam, hagyd abba az óvodát, tanuljál rendesen. Hát lehet, hogy ott is mondják, ezt nem tudom. Mit csinál a királynő? Az anyja, őnek is semmi más dolga nincsen, ő csak petézik. Tehát körülbelül naponta 3000 petét lerak. 3000 szülés naponta, hát, gyerekek, azért könnyű. Igen, azt úgy kell elképzelni, mintha egy nő naponta 13 gyereket megszülne. Az apák benn vannak szülésnél? A súlyának másfélszeresét lerakja petébe. Apás szülések ezek ott lehetnek? Vagy ő egyedül, magányosan egy közkórházban valahol a hatodikon, ő csak rakja a petéket? Hát igen, a heréknek van a legrosszabb dolguk, mert nekik egyetlen egy funkciójuk van, hogy bepározzák az anyát, és igazából ősszel van egy ilyen hereűzés, ez augusztus végén szeptemberben, akkor gyakorlatilag beszorítják a heréket egy sarokba, és gyakorlatilag éhen halnak. Tehát ők egész évben dősölnek, semmi nagy nem kívánnak, nem dolgoznak. De nem, és akkor minden here csak egyszer mehet oda a királynőhöz, hogy legyen közös gyerekük, vagy egy here többször is visszamegy? Igazából a herének nagyon kis százalék az, aki bepároz az anyát, de a levegőbe bepároz, és kap egy ilyen ideg összeroppanást, és meghal. Tehát aki párzott, az kész, az meghal. Nem mondod komolyan. Vagy dolgozom 30 napig, vagy vizet hordok, vagy párzom egyszer, majd megdöglöm, mert belerokkanok. Nem, bocsánat, a munkásmények azok mind nőstények. Aha, tehát az anya és a munkásnéhek mind nőstények, és csak a herék a gyakorlatilag a hímek. De a herék a munkás nőstényekhez is oda söndörödhetnek, vagy csak a királynőhöz? Nem, csak a királynő. De egy nő van az egész a kupacban. A cselédekhez, Feri. Hát de most legalább, hagyd legyen valami. Csak a királynőhöz mennek oda a herék. Mondjuk a királynőt, egy volt életemben, de az a királynő azért nem rossz. Azon idegösszeroppanást kapsz. Úristen, meg volt, meghalok! Tehát volt egy jó pillanatod, és a következő pillanatban már halott vagy. Hát azért ez sem túlságosan. Túlságosan optimista hozzáállás. És ha a királynőt elveszett tőlük, ők jönnek a királynő után?
Tehát úgy lehet az egész kaptárt elvinni, arrébb vinni, vagy begyűjteni őket, hogy fogod a királynőt, vagy az illatanyagát, és viszed magaddal? Hát gyakorlatilag, amikor kiszállnak, amikor úgy érzi a család, hogy már túlszaporodott, akkor nevelnek saját maguknak királynőket, és akkor azok kirajzanak, és mindenki viszi a maga kis frakcióját. És hogyha például a fán lát az ember egy ilyen rajt, azt tudja csinálni, hogy a rajt egy-egybe beleteszi egy ládába, vagy dobozba, vagy bármibe, vagy egy kaptárba, és leteszi oda a közelbe. És hogyha az anya is belekerült ebbe a kaptárba, akkor az összes még oda megy. Hogyha az anya fönnmaradt például a fán, akkor az összes még pedig vissza fog menni. És akkor egy napig ott van ez a kaptár, szépen bezsonganak a méhek, és utána már bárhová el lehet rakni őket. Ők vajon tudják, hogyha megcsípnek, elpusztulnak? Tehát vajon van ilyen típusú tudatuk egyébként, hogy egyetlen egy csípés van az életükben? Mert nem tudom. Szerintem nincsen egyébként. Nincsen mi? Szerintem nincsen, ezt nem tudom. És mit csinálnak a védők, akik őrzik a királynőt, ha közelítesz mondjuk a kaptár felé? Hát őrzik a kaptárat őrzik, hogy ugye idegenek, más méhek ne menjenek be. Tudod, ugye minden méhnek megvan a saját kis családja, és másik családba nem mehet be. Tehát nem engedik be. Kivételes esetekben beengedik természetesen, de alapjáraton nem engedik be őket. Tehát minden mástól védik a kaptárat. Ők ott vannak a méheknek a kiáró nyílásánál, és azt védik. Zseniálisak. Egyszer láttam egy ismeretterjesztő filmet róluk, hogy mit csinálnak, amikor darazsak támadnak. Van egy jelző, aki mondja, hogy figyeljetek, érkezik a darázs. Neki csak az a feladata, hogy figyelje, ő lehet, hogy az őrző, nem tudom, figyeli a darazsat. A darázs megérkezik, és jönnek a méhek, akik egyenként egyébként nem tudják a darazsat elkapni, mert alul maradnak. Ezért többen támadják meg a darazsat, rászállnak, és valahogy a szárnyukat elkezdik összedörzsölni, amivel hőt állítanak elő, és megsütik a darazsat. Megsütik, érted? Pontosan, igen, mert a darázsnak nem akkora hőtűrő képessége, mint a méhek, és 2-3 fokkal följebb tudják melegíteni a hőmérsékletet, és gyakorlatilag így tudják. Zseniálisak, és 8 méh megtámadta a darazsat, rászálltak, lefogták, a darázs vergődött, szenvedett, dörzsölték a lábukat vagy a szárnyukat, és megsütötték a darazsat. Mire erre rájöttek? De gondoltál? De hogy milyen intelligensek egyébként, nem? Mit csináljunk? Hogy az egyik ott marad, a másik nézi, viszi a vödröt, és azt mondja, én vízhordó vagyok, én nem megyek darazsat melegíteni, ő hordja tovább a vizet, de közben mennek az őrzők, és megsütik a darazsát. Nem az én dolgom, nem ártom bele magamat ilyen dolgokban. Én csak a vizet hordom. Tehát annyira cukik egyébként, tényleg, szenzációs. Szenzációs volt. Érdekes munka lehet azért ez. Egyébként egy nagyon jó, ha bármikor Győr környékén jártok, és szeretnétek egy ilyen méhész kirúcanást, beültöztetünk titeket, mint Yuri Gagarin, aztán én nagyon szívesen megmutatom a méhészetet. Nekünk nem kellenek az ilyen védőeszközök. Így van, tűztől egyébként. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy betelefonáltál, érdekes dolgokat. Én köszönöm szépen, hallottam. Örültem, hogy fölhívtatok. Misi, jó munkát nektek, köszönjük. Minden jót kívánok nektek, sziasztok. Hello. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. A gyerekek. Na mondd. Hadd lopjam el a kis szabadjárását. Ti emlékeztek még a pillanatra, amikor először sírt fel életetek gyermeke? Igen, sajnos. 8 éve, fél órával ezelőtt 8 éve született meg Panna lánya. Képzeld el, és most úgy eszembe jutott, hogy írt rám a feleségem. Az előbb nem hetet mondod? Esküszöm, hetet. De 7 éves a gyerek, de 8 évvel ezelőtt kellett megszülessem. Mert 0 évesen születik egy gyerek, tudod? Tehát ahhoz, hogy 7 éves legyél, ahhoz 8 éve kellett megszületned. Igen. Miért nem? Amikor egy éves a gyereked, és egy éves születésnapját ünnepeled, akkor ő már egy éve veled van. Hülye, hogy ezzel most én dédigál vagyok. Amikor 7 éves a gyerek, akkor 8 éve már veled van. Engem már nem érdekel a gyerek. Engem ez a sztoriáról eddig megvan. Mi van? Most ezen gondolkodnom kell. Ha 7 éves a gyerek, akkor 8 évvel ezelőtt született. Mert az egy éves születésnapját azt ja, tényleg, egy értem. Év alatt érte el. Értem, öcsém, mit mond, olyan, mint az elefántok, ők 50 hónapig terhesek, akkor számolj vissza, mi csak 9. Érted? Amikor egy éves vagy, igen. Az az első születésnapod, de nem akkor születsz. Igen. Az neked már a második szülinapod, mert egy éve vele vagy a szülőkkel. Tehát 8 évvel ezelőtt, igen. Mert ma 7 éves a gyerek. Mikor született? Mondd az évszámot, mert utána járok, jól van. Na. Várj, na? Én csak ebből tudom kiszámolni. 2008. November 4. 9, 10, 11, 12, 13, 15. Öcsém, az 7. Nem! Hallod, öcsém? 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Na tényleg, 8, de 7-et mutat. Hallod, öcsém, én meg vagyok. Várjál. 8-at mond, 7-et mutat. Apám. Hát ha most van a 7. születésnapja. Igen. Igen. Akkor 8 éve született. Akkor 8 éve született. Akkor 2007-ben született a Panna.
Hogy van ez? Egy picit, de amikor egy éves volt, akkor mit mondtál? Két éve született? Nem, akkor egy éve született. És akkor hogy egy, azért egy hol a szökő éves. Év? Érted? Azért született 8 éve, mert amikor egy éves, akkor már egy éve született. Jó, egyébként. Jó, én mondom, én már 10-ig meg vagyok. Hallom, most kinyomom magam és számolok. Hol a kalkulátor? Már senkit nem érdekel a gyerek, hogy mikor született. Én érzelmi töltete van ennek az egésznek. Nem, az az én. Ha számoljunk csak, basszus. Hát 7 éves. 7 éve született. Igen. 2008-ban született. Nem, hát a 7 éves, akkor már 8 éve született. De most ez hanyadik születésnapja? Most 7 éves. A majd behírát mondtam annak a szép gyerekre. Hát ha egy éves, amikor igen. Az első születésnapja... De ne azt mondd, most hány éves? Most 7-es. Most ez a 7. születésnapja? Hát ez a 7. születésnapja, akkor 8 éve született, nem? Mondja, hogy született volna 8 éve? Akkor 7 éve született, nem? Hát egy éves korában már egy éve veled van a gyerek. Két éves korában már két éve veled van. Hát de azért mondod egy éves korában, hogy most vagy egy éves, hiszen egy éve veled van. Igen, egy éve veled van. Hát akkor azt mondom, hogy most vagy egy éves. Egy évesen nem mondom azt, hogy boldog második születésnapot, Benni. De apa, csak egy éves vagyok. De nem, hát de nullától egyig, az már eltelt egy év. Azért mondom, hogy most egy éves a gyerek. Igen. Tehát a 7 éves, akkor most 7 éves. De akkor már egy éve veled van, érted? De levezetted? Hogy van ez? Persze, hogy 7. Nézd meg, húzza a strigulákat, óriási. Mondd már meg nekem, hogy ez hogy 8. Na, hát de mikor született? 2008-ban. Ott van igen. Egy év. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Most számold meg visszafelé is. Hú, basszus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem, 8. Számold meg. Számold meg a strigulákat. Számold meg visszafelé. De miért a nullánál is De a nullánál miért számolnék? Kezdj el számolni a hetesnél. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, én eddig bíztam menned. Nem mondd azt, hogy 8. Hát kivel vagy? Hallod? Számolj visszafelé a 7. évtől, az 8 évvel, 8-szor 365 nappal ezelőtt született. De a miért lány, te vagy az egyetlen, aki fogalmazol ebben az országban? Tehát miért nem azt mondod, hogy hány éves a gyerek? 7 éves, 8 évvel ezelőtt született. Tehát most ha Benni megkérdezi, hogy apa hány éves vagyok, ugye most volt 6 október, akkor nem azt, hogy 7? Nem, ő 6 éves most, de 7 évvel ezelőtt született. 7 évvel ezelőtt született. Igen. Hazamegyek, megzavarom, aludjon rosszul. Igen. Kicsit összezavarom az esti mes helyet, ma más kap. Na azt hiszi, mesélek neki, de nem? Inkább összezavar. Mirágy a suli! Már rég 2 éves vagy. Fú, ez most engem lebe. Az anyához. Én most ebbe belefogytam ebbe a másfél percbe. De érted? Jó. Abszolút értem. Na, 7. születésnapja, de 8 éve született. De értem. Így igen. Van, tehát 8-szor 365 napja van velünk, és most már fél órája voltam boldog apuka, ott álltam az 500 forintos kék munkavédelmi köpenyben, amit ott hello. Nem, nem olyan ment. Nekem nincsen. Én a munkavédelmi 500 forintos kék köpenyben mentél oda, ugye ott vetted te is, vagy te már ezerest fizettél érte a gépből, nem kellett venned? Micsodát? Hát ilyen kék izét, kék vagy zöld színű. Ilyen én dobtam a gépbe, nekem csoki jött ki belőle. Ilyen nekem leesett a cukrom, én bedobtam, de azt mondták, vegyek fel egy köpeny, nekem kijött egy Kinder Bueno. Kellett volt ilyen automata? Ha persze. Igen? Hát fel kellett venni ruhát. Neked ne, de bemehettél civilben? Nekem már rettenetesen undok nővér adott valamit. Ja, hát a csókosoknak ugye járt. Nekünk semmi kellett. Ha annyira voltunk csókosok, bement a Viki szülési fájdalom, azt mondták, adunk algopirit. Hallod? Hogy gyújtanám föl őket, de tényleg, komolyan mondom. Tehát az első hely, ahol a Benni született, az senkinek nem kívánok. Jó, egyre több romantikus élmény jön fel ezzel a sztorival. Nekem ez annyira hogy mondhat, igen, pont arról akartam mesélni, hogy milyen szép dolog. Hagyjuk, majd az meg csak délutára lesz meg. Egy óra múlva konkrétan a Benni megszületett, meg kellett császározni, mert bepisét, és tudod, mit mondott az az állat? De tényleg állat, pedig le a kalappal az egészségi dolgozók. Adok egy kis algopirint, csak ne szimuláljon. Ezt mondta. Az ilyen miért? Miért megy egészségügyisnek? Miért? De tényleg. Na mindegy. Csak felhúzom magam. Jó. Jó. Igen, engedjük el. Algopirin. Engedjük el, akkor térjünk vissza az alap. Szóval, hogy 8 éves a gyerek. Igen, bementél. Igen. Te 8 éve van veled egy gyerek, a 7 éve. Nem voltál a szülésnél? Nem lehetett, császár volt. Uh-huh. Még egy hónapot kellett volna császár várni. Doktor úr? Basszus, császár, ugye, kemény, tudod, nem enged be mindenki. Nem enged be, hiába adtam neki készpénzt. Nem, még egy hónapot bent kellett volna legyen Panna az anyukája hasában, de úgy döntött, hogy kijön, és akkor aztán mégse döntött. Akkor már 9. évben lett volna. Nem, az még ugyanúgy 8 éve van veled, ha 7 éves a gyereked. Ezt üzenném egyébként mindenkinek, aki okosakat ír matekból, hogy picit gondolkozatok el rajta, és akkor értitek, hogy mi van a dologban. De hogy olyan szuper jó érzés. Ja, és jó most volt. Jutott eszembe, hogy most 7, de 8. Ez a emlékszem, bementem, elment mellettem egy fiatal szülészorvos, rám nézett, és azt mondta, megjött a pizza.
Na anyád jött a pizza. Ezt mondták ezzel neked? Ezzel megjött a pizza. Mondta neked, mint apuka? Igen. Ez annyira én bementem. Mondod te, akik algópirit kaptatok fájdalomcsillapítót. Jó, az kicsit én vagyok, de azért azt, hogy értem. Két songukú volt, uram, jön az, mennyi aprót adok. Ezt meg kéne, azt mondja, megjött a pizza. És állt a kis klumpácskádban ott, hogy megjött a pizza? Nem klumpácskámban, érted? Nem, gulyalábakon mentem be. És azt mondja, megjött a pizza? Nem, egyszerűen nem hittem el. Kemény. Aztán azt mondta az egyik, hogy hívják, nővérke, hogy már mondtam, hogy a másik szobában nem lehetne átvinni a feleséget, mert látom, hogy ott fel lehet hajtani a támláját az ágynak, az biztos segít a tolásnál. Most kell szólni. Á, de szél. Ugye, hogy el tudják venni azért a szülés igen. romantikáját, igen. Most hány gyertyát tesztek a tortára, Feri? 8-at? Nem, 7-et. 7. Az első évben, amikor azt mondod, hogy egy, nem azért, mert a hallgatók is, tehát, hogy a, csak kérdezem, ha valaki hangosan kiabál, nem 7. Márvány sajtos tortán, vagy márvány sajtos disznóvéres tortán, vagy 7 derta lesz. Disznóvéres lesz, egyébként hurkákkal körbekerítve, 7 lesz rajta. Csavaikor. Ugyanis például, amikor egy hónapos a gyereked, ugye, igen? Akkor még ő nem éves. Akkor de már veled van az első évben, amikor csak egy hónapos, két hónapos és három hónapos, még nem éves a gyereked. Az első év végén ünnepled meg az első születésnapját. És akkor van velem egy éve. Akkor már egy éve veled van a gyereked. Hát azért ünnepled az elsőt, mert igen, hogy egy éves vagy, egy de éves. Idő, igen, de amikor te mondjuk érted a hetediket ünnepled, akkor számolod vissza. Boldog, hetedik vagy nyolcadik születés. Apa, de én csak 7 éves vagyok, mondom 8. Isten érdesen sokáig. Nem mondom 8. Ez kemény. Na jó van, szóval 7. vagy 8. 7 éves, nem 7 éves. Nagy buli lesz? 7 vagy 8. Mi lesz? Mit kap? Disznót? Ne, az már megvan. Vicces. Élő disznót, élő csúkot. Most disznóvágást. Disznóvágást. Most megszúrhatod. A kis barátaim. Idén az ünnepség, nincs böllér, te szúrod meg a jó utában. Mi lesz? Otthon vagy játszóház? Otthon. Otthon? Otthon. Le a kalappa. Ja nem, a gyerekek nem. Gyerekek ja, nem. Pár gyerek, gyerek van. Gyerek otthon. Gyerek otthon, behagyj, persze. Elég volt. Igen. Szóval, hogy mi? Na, van egy olyan hely, ahol ez egy főzőiskola, és a gyerekek csinálják meg azt, amit megesznek a végén. Pizzát csinálnak, pizzát süknek, meg de tortát. Nagyon jó. Hát figyelj, a legjobb. Meg is csinálja magának, otthon. Ott is eszi igen. Meg, nem koszol sütés, otthon. Főzés, anya. Nagyon jó. Majd ti megcsináljátok magatoknak, most már rohadtul unom. Nagyon jó. Azt hittem, hogy bevállalod az otthonit, mondom le a kalappal, hogy 8 gyerek azonnal belenyúl a csoki tortába. Szoktak lenni megy nálunk labdá, egyébként. Megy labdázni, tudod? Mondom, én azt nem. Szoktak lenni nálunk, ilyen létszámú gyerekek, de ezt most nem akarjuk, ilyen főzős lesz. Mi főzős szedbe mennek a el. A specialitás a gyereknek. Bármi, amit kérsz tőle, vegakaját nem tud csinálni, úgyhogy ne kérj. De tényleg? De nem mi az, ami legjobban megy neki? Már micsoda, miben? Hát mit tudom én, izé, a Julienre vágás. Hát milyen recept, hogy milyen étel, mert nyilván Balázs most mondaná, hogy sáfrányos papardelle, kurkumás berzeng. Ez 3 évesen csinálta. Jutúros marlenkával, jupcsinkás lupcsinkával. Nem, ez 3 évesen csinálta ezt a dolgot. Papardell és fafardellével. Kurkumás burzumával. Na, de mi? Mit tud? Mit tud csinálni? Pizzát tud csinálni. Mi az, hogy mit tud? Rántottát tud csinálni, segít, hogyha meg kell pucolni valamit, összevág aranyosan minden. Pontyot a szájjal, a disznót azt tízére azt rendesen bontja a bontási térkép szerint, persze pörzsölni tud, begyúrja a kolbász betöltés föl. Hallja Stefáliát, te úr! Füstöli. Ne pazarolj. Úgyhogy mit tud. Na, hát akkor pizzát fognak csinálni. Ők igen, ott igen. Mi hozom belőle? Vagy miért? Nem, ne, hát kíváncsoljuk rá, hogy egy 7 éves gyerek, vagy 28. 5, vagy, ne 7 éves. Na, mit tud csak főzni? Csak 8 gyertya van, de 7. Mit tud nem, főzni? 7 van. 7 éves egy gyerek. Rohagyjak meg, mindig nem értem egyébként. 7 éves. Nem is kell. Van generáció? Miben? Amit mondasz. Nincs semmi. Nem? Hát hogy lenne? Ért, vagy van benne anyag, vagy... A gyerekben van, persze. Soma most akkor hanyadikban van, mert akkor próbálom megjegyezni. Elsőben, de másodikban. Ötödikben. Nem, igen. Öt de éves. De 6 éves született? Ha persze. Akkor 6 éves született. Jó. De 1 éves korában volt 1 éves. De mégis 1 évvel több éves, amikor született. Érted? Amikor az 5. ünnepled, akkor már... És most zene. Én az ilyen adásokat nagyon szeretem. Teljesen. Igen. Jó. Jó, van, hát sok boldogságot kívánunk neki. Akárhány éves is. Akárhány éves a gyerek. Akárhány torta van. Csak egészséges legyen. Csak egészséges. Én gyerekek minden születésnapkor meghatódom. Komolyan kicsit. Mondom. Kicsit, tényleg nem az meghatom, amikor ott ül a kis barátaival, fújja a gyertyát, most volt a benne októberben,
mi játszóházba hiszünk, tehát én nem hozzánk nem. Tehát én azt mondom, hogy igazat van. Egy valaki nyúljon bele a sajtortába, és menjen be a hálószobába a halálfia. Tehát vége van, nincs arcfestés. Tehát nekem miután egy barátom elmesélt, hogy arcfestéssel kezdtek egy 8 fős kis barátom, hogy a gyerek felugrott a fehér bőrkanapéra, és brutálisan megtörtént a kár, úgy mondta, hogy akkor ezt nem. Fehér bőrkanapé, ki volt az Axl Rose? Nem. Igen. Na, jó van akkor. Hát így van, még, hogy most így találjátok a kocsikulcsot, hát még ott zsibongott körülöttetek 20 gyerek. Hát 2008-tól 2009-ig egy. Uh-huh. Hát, két éves. Ne, engedd el. 2009-től 10-ig 2. Igen. Most még 10-től 11-ig 3. Számold vissza, 11-től 12, 4, 12, 13, 5, 13, 14, 6, 14, 15, 7. Így van, tehát. Igen. És akkor hogyan a 8? 7 de, év. De nem, 7 éves. De nem számolhatod be, akkor jó, oké, beleszámolod, de a hetediket még nem számolhatod számold, bele. Számolod úgy, ahogy az előbb 1, számoltad. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az eltelt éveket. Azért nézzük. Egy fél óra kellett, mire rájöttél. Mert az előbb, ahogy megszámoltad, akkor azt mondtad, hogy basszus, igazán a Ferinek 8 év. De másodszorra mondtam azt, hogy igazán, amikor már rám, elkezdted visszafelé számolni, és 8 év. Ha? Én meg vagyok, apám, hallod? Én jövő szerdáig meg vagyok. Apám, hallod, apám? Ez a Feri nagy játékos. Hallod, hogy találta már ezt is. Hogy megvezetett mindannyiunkat a rohadt életbe. Van, aki majd leesett a létráról, úgy felidegítette magát. Nagyon kemény SMS-ek jöttek. Kapom az SMS-eket. Figyelj, jött 4. Ugye ez most vicc, kérdezi valakit. Ki ez a köcsön? Nem. Ugye ez most vicc. Írta Juli, nem lehet, nem így van. Írta Viki, nem jó, nem így, ne úgy számoljátok, így számoljátok. Nagyon jó. Tehát még a saját munkatársaink is sem tudják nem tudják megfejteni a műsort. Hogy most direkt? Ez nem direkt. Megbeszéltük előre, hogy legyél volt. Hülye, és mi eljátszuk? Vagy mi játszuk el, és te mondod komolyan? Vagy mi eljátszuk, hogy hiszünk neked, és adjuk alád a lovad, és eljátszuk, hogy igazad van? Jó, de most vagy tényleg elhitetjük veled, történt. Hogy igazad van? Vagy nem tudjuk, hogy igazad van-e? Tehát egy 4 verziója volt az elmúlt fél órának, ami egyébként teljesen reális lehet. Az egész egy megbeszélt dolog volt, hogy mi hülyét csinálunk magunkból. Jó, akkor mit vagy beszéltünk hagyjuk, meg, mert én más sem tudom. Vagy hagyjuk, hogy a Feri csinálja magából hülyét, mi direkt értetlenkedtünk? Melyik volt? Hm. A saját feleségem nem tudja, hogy mi történt. Az a baj, hogy én sem. Hány éves a gyerek? Jó, nem, az a jó ebben, hogy Feri csinálja jól egyébként, mert abban a pillanatban, hogy érzi, hogy hülyeséget mondott, úgy kezd el csinálni, mintha direkt csinálta volna. Persze, átkenem rátok. Nagy játékos a bácsi. Elmondom neki a jó választ. Elmondom neki, elmondom neki, hogy miért nem jó, amit mondott. Erre beteker, és erre belém magyarázza a rosszat. És te jössz velem gyönyörűen. Lehet, de most már ne áruljuk el, hogy melyik volt. Hát az a lényeg, hogy a hallgató szórakozzon, gyerekek. Hogy itt milyen trükkökkel, meg árukapcsolással kötjük magunkhoz, azok már szakmai fortélyok. Direkt, tudatosan, tudattalanul, nem tudom. Ja, de nyugtass meg minket, már semmilyen évforduló nem várható ebben az évben. Dehogy nem, még egy csomó minden van, hogy kiszámolhatunk. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Charlie Sheen esetéről ígértük, hogy beszélünk, mert a dolog nagyon érdekes, és magáról a HIV-ről, szerintem az AIDS-ről, a HIV és az AIDS közötti különbségről, a fertőzöttekről, a fertőzöttek életéről baromi keveset tudunk, és azt gondolom, hogy fogalmazhatunk így is, hogy mi is nem vagyunk érintettek, tele van az ember előítéletekkel, ezeket nyilván próbálják felszámolni, lerombolni, de hát ha meghallod, hogy a környezetedben valaki pozitív, én hallottam olyat is, hogy valaki fél akár megfogni utána a poharat, kezet fogni, leköhögi, letüsszögi, beszélgetni vele, tehát rengeteg előítélet automatikusan van. Azt hiszed, hogy ez az illető már halálra van ítélve, miközben egyébként hosszú évtizedeken keresztül teljes életet lehet élni. Na, Charlie Sheen, ugye tegnap ő bevallotta, hogy HIV fertőzött, HIV pozitív. És az ő eset azért érdekes, mert hát pornó színészőktől kezdve hollywoodi sztárokon, glam modelleken, top modelleken keresztül ő mindenkivel együtt volt. És Cox csajok, fia, minden. 5000 a szám. Jó, állítólag. Hát persze. Legyen a fele igaz, 2500 nő, azt szerintem az is. Vagy annak a fele, az se rossz. Na. Én nagyon bírom, én nagyon szerettem. Egy igazi playboy volt, jött, ment, piált, a drogot nyilván nem, csajozott, és kicsit úgy élt, ahogy azért minden pasi egy kicsit a fantáziában élni akar. Aztán ez kiderült, és nekem azzal sincs bajom, hogy ez kiderült, tehát az ő élete, ha ő így gondolta, hogy így kell, hogy ezt élje,
akkor ezzel sincs baj. Azt, hogy ő ezt 4 éve tudja, és van, akiknek nem mondta, van, akiket lefizetett, van, akinek nem is szólt, na itt borul a pali. Igen. Na, ez borul már a pali. Nem szimpatikus. Ez viszont egyáltalán nem szimpatikus, igen. Igen. A fizetés az ugye például olyan esetben zajlott, hogy örömlányt hívott fel magához, aki észrevette a gyógyszert, és ezt ismerte, lefotózt, és ezzel zsarolta meg Charlie Sheen-t, és ő ezért fizetett, hogy ne szóljon. De erre még azt mondott, hogy oké, nyilván a karrierem bánhatja, de az, amit te mondtál, hogy ő úgy feküdt le nőkkel, hogy nem szólt nekik erről, na az. Nem szólt nekik erről, sem, ezért sokszor előfordult az, amit ő is lenyilatkozott, hogy hát azért enyhén szóval is illuminált állapotban volt, tehát fogalma nincs, mert ő ugye azt mondja, hogy természetesen minden aktus előtt védekezett, annak is rendje módja szerint, használt ószert, stb. De azért ő elég sokszor berugott, és igazából fogalma sincsen, hogy mi történt egy nappal korábban este. Igen, és hát ugye Kalifornia államban azért ez bűncselekménynek számít. Tehát ha te nem szólsz, és amennyiben bebizonyosodik, akkor akár 6 hónap, 8 hónap börtönt is kaphat. Ha pedig valaki tudja, hogy HIV pozitív, és ebben ez a kemény, szánt szándékkal akarja átadni a fertőzést, akkor akár 8 év börtönbüntetést is kaphat. Ha bizonyítani tudják a szándékosságot. Ha bizonyítani tudják, jó, ha nem szándékos, tudják a szándékosságot. Így van, igen, jobb. Tehát veszélyeztet így is, úgy is. Tehát, hogy ez a része azért elfogadhatatlan. Igen. Ha védekezés nélkül egy szexuális életet úgy, hogy te arról nem tájékoztattad, az szintén büntetik. Tehát, hogy te tudod. Ja, igen, persze. Szexuális életet érsz, nem szólt. Ha pedig szánt szándékkal kiszúrod és direkt csinálod, bár nem tudom, mi a különbség, hogy direkt csinálom, vagy csak nem szólok és szexelek vele, tehát árnyalatni a különbség egyébként. Meg akarlak fertőzni bosszúból, vagy üzleti kapcsolatunk volt, és lefekszem veled azért, hogy... Na de ez... ha nem szólok és szexelek, szintén hát, szinte már meg az a kategória, hogy meg akarlak fertőzni, tehát vékony szerintem elsősorban azok a civil hölgyek kaphattak a szívükhöz, akik az elmúlt években szexuális kapcsolatba léptek ugye a Charlie-val, mert valószínűleg a profik, a prostituáltak, azok mindig odafigyeltek és figyelnek arra, hogy legyen off-szer, tehát hogy ők ennél azért okosabbak, tapasztaltabbak, rutinosabbak. De a civil hölgyek esetében, amikor ugye nem volt meg ez a fajta célirányosság, meg nem ez a fajta félelem, meg felkészültség, ott kell félni. Fizetnétek, hogy ne derüljön ki? Tehát mondjuk tudod ezt magadról, nem. Jön-e, nem fizetnél? Nem. Hagynád, nem. Hogy kiderüljön? Nem, hagynám, hogy kiderüljön. De miért nem? Mert tudom, hogy biztos, hogy valamikor ki fog derülni. De az én nem cipelek magammal egy ilyen csomagot. Na de akkor miért nem állsz ki? Tehát én most arra gondolok, hogy értem, ugye nem értem. Akarod, hogy te nem akarsz még coming out-olni, neki 4 év kellett. Igen. A National Enquirer zsarolta meg, hogy hát nem zsarolta meg, mondták, hogy hónapig lehozzuk. Figyelj, ráunt az utalásra a csávot, tehát hogy ennyi, erről szólt. Az egész 10 millió dollárt kifizetett, már unta. Nagyon fogyott a lóvé, gondolta, hogy akkor ezt így bevállalja. Valószínűleg én is fizetnék. Tehát ha nem irányítottan kommunikálod, és nem mersz vele állni, megbélyegeznek, nem kapsz munkát, kiközösít Hollywood, egy ideig megpróbálod ezt a dolgot tagadni, valószínű, hogy fizetsz, nem? De az újságnak is fizetsz? Nem, az újságnak nem hiszem. Azt nem tudod megállítani. Hát mondjuk a prostinak, aki jó, azt mondja, hogy fizetek neked 1 millió, ne dumálj senkinek. Oké, mi történt? Eltelt 4 év, végig fizetett, most jön az újság, azt mondja, hogy akkor lehozzuk, és te gyorsan kiállsz. Hát mindenki azt mondja, hogy figyelj, ez szánalmas. Hogy egy paraszt vagy. Igen. Hogy most állsz ki vele? Tehát, mikor hogy kizsarolták belőled? Na, akkor rosszabbul jársz ezzel, hogy fizetsz és míg a Jani az első pillanatban azt mondja, hogy gyerekek, így jártam, itt vagyok. Nem, most én a fizetést úgy mondom, hogy fizetek, ne mondd el, de én később valószínű, hogyha lesz elég lelkierőm, akkor kiállok a nyilvánosság elé. Hát ez nem egy könnyű élet. Figyelj, nem egy könnyű élet. Az esetben nem ez például ez a hozzáállás, ez szerintem ez egy elfogadható dolog lenne a Charlie Sheen esetében. Azért nem, mert hogyha mit tudom én, 10 embert kellett volna mondani, akiről el tudják képzelni mondjuk a hollywoodi kollégák, így általában hogy az amerikai közvélemény fertőzött, az életmódjából kifolyólag, hát ez egyik biztos, hogy Charlie Sheen lett volna. Tehát, hogy nála ez bőven benne volt a pakliban. Én azokat a nőket nem értem, akiknek elmondta, hogy figyelj babám, HIV pozitív vagyok. Ugye tudjuk ma már, vagy hát nem biztos, hogy mindenki tudja, de hát tudod, hogyha szeded a gyógyszert, ha rendszeresen szeded, akkor a vírus olyan kevés mennyiségben van egyébként a szervezetedben, hogy szinte a nullájára visszaszorítható, tehát nem is biztos, hogy mondjuk testnedvekkel te fertőzöl, de azért ezt nem biztos, hogy mindenki tudja. Van, aki még egy kiszfogástól is fél. De az milyen bevállalós, hogy annak mennyire kellett a pénz, hogy ezért az milyen, hogy figyelj babám, HIV pozitív vagyok. Oké, okay, mehetünk. Nem baj. Annyi baj. És egy csomó nő állítólag azt mondta, hogy nem baj. Nem baj. Uh-huh. Hát azért, az mondanám, hogy a számlát kérem. Köszönöm. Fizetünk. Nem. És én fizetek szóval neked. Szóval a nőt is képzeld el, mert hogy a pali azt mondja, hogy figyelj, HIV pozitív vagyok, akkor ő mondjuk korrekt. Elmondja, hogy próbálok szexuális életet, HIV pozitív vagyok. Elvileg, ha rendszeresen szedetélek, nagyon kicsi az esélye, hogy átedd, mert már ezt le lehet szólítani. Tehát már régen nem úgy van, mint régen. Na de kik azok a nők, akik erre igen mondanak?
És azt mondja, hogy jó, $1000 egy menet, megéri a kockázat. Hát védekezünk, de bármi megtörténhet, elszakadhat, hát azért ott vannak. Igen, dupla offset. Mert alig is érjük, azt mondja a nő, hogy rendben olvastam. Van. Olvastam! De hogy ki az a nő, aki erre igen van? Hív, pozitív vagy. Én is. Akkor hajrá. Képzeld, de azokat a nőket, akik nem tudták, és egyszer csak ott ülnek a tévé. Hát most elszaladsz egy vizsgálatra. És azt mondja, hogy atya Isten, egy évvel ezelőtt lefeküdtem én is, és ott ül, nézi a tudésot, és látja ezt az elmebeteg, narkós, mindenkivel lefekvő, a feleségét szétcsaló, idiótát. Ezek után most már nem tudom máshogy ránézni, tehát máshogy nézek, mint két hónap ezelőtt Charlie-sére. Az itt egy jó Isten. Képzeld azokat a nőket. Hát, és csak mondom, hogy Amerikában azért fel lehet arra készülni, hogy ezek a hölgyek, ezek mindegytől egyik be fogják perelni. Charlie Sheen ezért. Beszéljünk valakivel, aki ezt a dolgot átélte, és hát, hogy is mondjam, egészen test közelből. Ugyanis van egy hallgatónk, aki 2000-ben tudta meg saját magáról, hogy... hogy diagnosztizálták nála a HIV vírust. Az 15 év azért. 15 éve él ezzel a tudattal, így van, és ő ezt a férjétől kapta meg, tehát egy teljesen normálisnak mondható heteroszexuális kapcsolatban a férjétől kapta el a HIV vírust, és 2000-ben diagnosztizálták nála. Beszélgethetünk mi erről, szerintem hárman, de, persze. De ebben a formában ez úgy érdekes, hogy megszólaltatunk valakit, aki hál' Isten nagyon jól beszél, nagyon nyitott, és sok kérdése tud nekünk válaszolni, eloszlatni akár olyan tévhiteket is, amit az ember gondol erről a betegségről. Itt van velünk Márta, jó reggelt kívánunk, Márta, hello! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Márta. Na, neked már nem is kellett gondolkozni, ugye, azon, hogy vállald ezt a beszélgetést, mert tudom, hogy nagyon sok helyen válasz hasonló beszélgetéseket. Így van, vannak olyan helyek, olyan médiák, ahol azért nem vállalom el, de a legtöbb helyen elvállalom a nyilatkozatot. Köszönjük, hát nagyon szépen köszönjük, hogy minket azon médiumok közé soroltál, ahol ezt a beszélgetést te vállalod. Na, kezdjük a történetet a legelején. Nálad, ha jól mondom, hogy 2000-ben diagnosztizáltak egy HIV vírust, amit te a férjedtől kaptál meg. Igen. Igazán a férjem sem tudta magáról, hogy ő HIV fertőzött, illetve hát abban az időben már ugye éjszes volt. És a dologhoz hozzátartozik, hogy az utolsó, nem is tudom, 5-6-7 során 40 fokos lázzal küzdött, és hiába vittük kórházba, többször is megvizsgálták mindenféleképpen, és nem jöttek rá, hogy HIV fertőzött. És végül is úgy derült ki, hogy tudtam, hogy a László kórházban van egy lázambulancia, és oda vittem el a leleteit, és ott már nyilván láttak észbeteget, úgyhogy már a leletekből tudták, hogy itt egy észbetegségről van szó. Amikor kiderült a férjedről, akkor gondolom, hogy neked is azonnal el kellett végezni a vizsgálatot, persze, ugye? Természetesen. Mellesleg biztos voltam benne, hogy nem úsztam meg, tehát ez számomra nem volt kétséges. Az, hogy egy nappal később a pozitív teszt eredmény a kezemben volt, ez már egyáltalán nem lepett meg. Tehát felkészültél rá lelkileg? Igen, hogy... igen. A férjed iránt ebben a pillanatban mit éreztél, vagy mit gondoltál róla? Egyrészt, hogy te is elkaptad, hogy átadta, hogy ott van egy ember, akit szerettél, akiről ezt tudod meg, nagyon sok minden van a háttérben, ugye, ami ilyenkor kiderül. Ez egy összetett kérdés. Nem volt igazán nagyon jó a házasságunk. Tehát azért én tudtam, hogy ő félrelép. És bár meglepett, mert azért erre nem számítottam, úgy éreztem, hogy azért ebben én is bőségesen benne vagyok, hogy képes voltam elfogadni ezt a tényt. Nyilván voltak pillanatok, amikor gyűlöltem, amikor meg tudtam volna ölni. Tehát az első gondolatom nyilván ez volt. Aztán arra gondoltam, hogy már 25 éve együtt élünk, teljesen fölösleges gyűlölködni, mert az csak nekem árt. Hogy tud az ember egy olyan embert ápolni és elkísérni az utolsó utáni pillanatáig, akitől egyébként tudja, hogy ő is megkapta ezt a kort? Ez nagyon egyszerű. Nem, azt hiszem, hogy nem ő miatt, az álszentség lenne, hogyha azt mondanám, hogy ő miatta tettem. Saját magam miatt tettem, azért, hogy később ne legyen lelkiismeret furdalásom, hogy valami rosszat tettem, hogy valamit nem tettem meg, amit megtehettem volna. De nem hagyhattam azt, hogy egyedül halljon meg, hiszen 25 évig együtt éltünk.
Most lehet, hogy nagyon kemény, amit kérdezek, de hogy ilyenkor, amikor az ember ápol egy ugyanolyan beteget, mint amiben ő is szenved, akkor te úgy nézed, hogy ő a beteg, vagy azt gondoltad, hogy végignézed kicsit már a saját halálodat is, hiszen hasonló módon halhatsz meg akár. Igen, volt bennem egy ilyen is valóban, tehát sokszor rajta kaptam saját magamat, hogy hidegen szemlélem, hogy mi történik vele, és ott a gondolataimban ott van, hogy velem is ugyanez fog történni, de ez nem tartott sokáig, hál' Istennek. Hogyan tudatosult benned, vagy mikor tudatosult benned, hogy nem szabad áldozatként tekinteni magadra, ezzel lehet együtt élni, milyennek a menete ilyenkor, hova mentél, mit csináltál, kihez tudtál fordulni? Akkor ez még ráadásul ugye pláne gyerekcipőben járt 15 évvel ezelőtt. Igen. Azért annyira már nem járt gyerekcipőbe, hiszen akkor már voltak gyógyszerek, voltak hatékony gyógyszerek. Hát igen, nem mertünk róla beszélni. Igen. A sorstársaktól én elég sok segítséget kaptam. Vannak közöttünk nők, nem is kevesen, és hát elsősorban velük léptem kapcsolatban, és ők voltak azok, akik megnyugtattak, voltak olyanok, akik 85 óta fertőzöttek voltak, és egészségesen éltek, és beszélgettem velük. Ez nekem nagyon-nagyon sokat segített. Sokat segített az, hogy az orvosaim is úgy álltak hozzá a dologhoz, hogy megnyugtatni, mindenképpen megnyugtatni, és láttam, hogy őszinték, tehát tudtam, hogy amit mondanak, az igaz. Tudtam, hogy a férjem már olyan állapotban van, hogy rajta nem tudnak segíteni, de hogy én viszont még annyira jó állapotban vagyok, és annyira a kezdetén vagyok ennek a problémának, hogy rajtam egyértelműen tudnak segíteni. Amikor kiderült a család számára, hogy te is HIV-fertőzött vagy, akkor mi volt a reakciójuk? Különböző. A gyerekeknél én azt hiszem, hogy az volt a legnehezebb, hogy azt elérjem náluk, hogy ne haragudjanak az apjukra. Nincs értelme haragudni. Eleve őket beavatni, ez sem volt egy egyszerű kérdés, mert ugye az ember félti a családját, és megpróbálja megóvni mindentől. És akkor végig kellett azt is gondolnom, hogy az én kapcsolatom a gyerekeimmel milyen, hogy óvjam-e őket, vagy inkább azt a bizalmat erősítsem, amit mindig is próbáltam megtartani velük, és akkor úgy gondoltam, hogy elég erősek ahhoz, hogy a terhet elviseljék, de ha bizalmukat elvesztem, az sokkal nehezebb ügy. Hát meg itt talán a külső támadások, amik irányukba is, amit anyaként téged bánthatott, nem? Hogy őket is meg fogják ezzel találni, hogy a szüleid most akkor HIV-fertőzöttek? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hiszen ez csak akkor lenne, ennek akkor lenne jelentősége, hogyha az ő barátaik, ismerőseik megtudnák, hogy a szüleik HIV-fertőzöttek, ami nyilvánvalóan elsősorban rajtunk múlik. Az persze egy másik dolog, hogy a gyerekeim pontosan ugyanúgy állnak ehhez a kérdéshez, mint én, hogyha valaki amiatt, hogy én a férjem HIV-fertőzött vagyunk, emiatt eltávolodik és megszakítja a barátságot, akkor az nem is volt barátság. Mik a leginkább említhető sztereotípiák a betegségeddel kapcsolatban? Amit az emberek még mindig félre gondolnak, félreértelmeznek, nem tudnak, vagy rosszul gondolnak? Hát az első, az nyilvánvalóan az, hogy aki HIV pozitív, ugye a megfertőződésnek a körülményeire vonatkozóan, az vagy meleg fiú, az ugye nálam nem állhat fenn, vagy prostituált, aki ismert, az tudta, hogy ez sem igaz, vagy intravénás drog használó. Ugye a vérkészítményektől már a 85 óta senki nem fertőződik, mert hiszen vizsgálják a vérkészítményeket. Na most, mivel mi nem csak a média, hanem maga az egészségügy is rizikócsoportokról beszél, amit ezt a kifejezést egyébként nagyon nem szeretem, ezért nyilvánvalóan ezek a sztereotípiák ráragadnak a betegségre magára is. Tehát ez az első számú dolog. A második számú dolog pedig az, hogy itt mászkál közöttünk ez az ember, hordozza magába a HIV vírust, és boldog-boldogtalannak átadja. Hallottam olyat, hogy egy levegőt sem szívnék egy HIV fertőzött. Na hát én ezekre gondolok, hogy kezet fogni vele, hogy puszit adni, hogy terjed, vagy hogy nem terjed. Hát én is olyan elképesztő dolgokat hallok. Nyilván az ember nem fertőzött, akkor nem is tud róla sokat, sajnos nem is eleget beszélünk róla, úgyhogy nagyon sok butaság terjed nyilván. Így van, pontosan. A legnagyobb butaság, amit egyébként szinte mindenki elhisz, mindig visszatér egy olyan rémhír, hogy
valami buliba voltam, és éreztem egy tűzszúrást, aztán megtaláltam a zsebembe a cédulát, hogy üdvözöllek az écesek sorába. Ez egykor terjedt, így van, igen. Egykor nagyon, igen, igen, de hát így sem lehet megfertőződni. Tehát sok, van esély egy fertőzött tűtől megfertőződni, de az sem úgy működik, például az intravénás drogosoknál, hogy közös tű használat. Nem ez az elsődleges probléma, hanem az, hogyha egy HIV-fertőzött személy intravénás drogot használ, akkor ugye úgy találja meg a vénát, hogy visszaszívja a vért a fecskendőbe. És hogyha úgy azt a fecskendőt használja valaki, akkor ezt a fertőzött vért kvázi saját magának intravénásan beadja. Az egy érdekes kérdés lehet még szerintem, hogy az egészségügyben egyébként hogy bánnak, vagy hogy bántak veled, amikor megtudták rólad egy-egy vizsgálaton, hogy HIV-fertőzött vagy? Hát az az igazság, hogy olyan vizsgálatok alkalmával, ahol nincsen konkrétan invazív beavatkozás, tehát vérzéssel járó beavatkozás, én ott nem szoktam megmondani, mert teljesen fölösleges. Tehát, de érezted, hogy az egészségügy diszkriminál, mondjuk? Vagy hogy az egészségügyben dolgozók sem tudják ezt a helyzetet kezelni, vagy jól kezelni? Az az igazság, hogy a saját részemről egyetlen egy ilyen negatív eset fordult elő, viszont a sorstársaim között rengeteget tudnának mesélni arról, hogy hogyan utasítják el őket, különösen fogászatról. Onnan borzasztó, hogy milyen módszerekkel próbálják meg eltávolítani az egyébként gyógyszereket szedő és nem fertőző HIV-pozitív betegeket is. Én nekem csak egy személyzeti vizsgálat alkalmával volt szerencsém ilyen dologgal találkozni. Egy sima szemfenék vizsgálatnál véletlenül szóltam el magam, mert ott sem kellett volna, és az illető doktornő úgy ugrott fel az asztaltól, hogy kis ilyen felborította, hogy akkor miért nem megyek a László kórházba ott a helyen. Azért ez megdöbbentő, amikor az egészségügyben dolgozók sem tudják ezt a helyén kezelni, vagy nem ismerik egészen pontosan. Nagyon-nagyon nehezen. Abban reménykedem, hogy az orvostan hallgatók, akiknek azért már talán több lehetőségük van erre rákészülni. Ráadásul ugye, mivel sokan nyugatra készülnek, és tudják, hogy nyugaton egyszerűen nem teheti meg azt, hogy nem lát el egy HIV pozitív beteget, ezért jobban felkészülnek rá. Viszont sajnos a régebbi praxissal rendelkező orvosoknál sokkal gyakoribb ez az elutasítás. Az igaz, hogy annak, aki HIV-fertőzött, naponta egy gyógyszert kell már csak szedni, és állítólag olyan alacsonyan tartható a vírusszám akár a szervezetben, hogy szinte ki sem lehet mutatni? Ez így van. Nem feltétlenül egy szem gyógyszert, az egy szem gyógyszer azért még meglehetősen drága, és általában olyan esetekben alkalmazzák, ahol ez indokolt, most erre nem térnék ki. Én például kétféle gyógyszert, illetve kétféle tablettát szedek, és napi kétszer. Nekem ez itt teljesen megfelel, nem igénylem azt, hogy csak napi egyszer kelljen bevenni. Teljesen mindegy, hogy naponta egyszer vagy kétszer kell odafigyelnem arra, hogy pontosan bevegyem a gyógyszert. Tehát gyakorlatilag az életmódot semmiben sem különbözik egy egészséges emberétől. Így van, így van. Teljes életet lehet így élni? Abszolút teljes életet, olyan mértékben, hogy még a családalapítás sem kizárt, és akkor itt most visszatérnék egy kicsit, ugye a felvezetőben beszéltünk Charlie Sheenről, hogy kik azok a nők, akik bevállalják például azt, hogy szexuális kapcsolatba lépnek egy HIV-fertőzött, egy tudottan HIV-fertőzött beteggel. Itt én például ismerek egy olyan házaspárt, ahol a férfi HIV-fertőzött, a nő nem, és hát már a második gyerekük is megszületett, és teljesen természetes módon fogant meg a gyerek, úgyhogy... És a gyerekek ilyenkor nincsenek veszélyben? Tehát akkor ez nem örökölhető, ez is tévhit. Igen, ez is egy óriási nagy tévhit. Ugye a gyerekvállalásnak két feltétele van. Az egyik az, hogy ne ártsak a gyereknek, a másik pedig az, hogy fel tudjam nevelni. Az elsőnél teljesen egyértelmű, az a HIV pozitív anya, aki gyógyszeres kezelés alatt áll, nem fertőzi meg a magzatát. Az utóbbi években nagyon sok kisbaba született HIV-fertőzött anyától, itt Magyarországon is. És egyik sem fertőzött. És ugye nyilván, mivel az anya is fel akarja nevelni a gyerekét, ezért szedi a gyógyszereket, és pontosan ugyanannyi ideig fog élni, mint bárki más a környezetében. Milyen szép, hogy te most tulajdonképpen aktivistaként is dolgozol, ugye? Igen, tehát, hogy átmentél ezen, megélted, feldolgoztad, lehet mondani, megoldottad, és aztán annak szentelted az életed, hogy segíts azoknak,
akik hasonló cipőben járnak. Márta, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát mindig jó hallani, ha valaki erről ilyen nyíltan és őszintén beszél, ráadásul egy országos kereskedelmi rádióban, pláne erre abszolút szükség van, és kicsit nekünk ez a dolgunk is, hogy néha ilyen beszélgetéseket készítsünk. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy találkoztunk, és köszönjük szépen. Érdekes. Én köszönöm a megkeresést. Életút. Köszönjük szépen, Márta, vigyázz magadra, jó munkát. Ez itt a Best of Morning Show. Mit lehet akkor csinálni, ha az ember folyamatosan összefut valaki olyannal, akivel borzasztóan nem szeretne? Ugye mindenki ismeri ezt az élethelyzetet, valahogy nem akarsz vele találkozni, de mégis beleakadsz a közérbe, összetalálkozol vele a munkahelyetek folyosóján, sétálsz a parkban, és ott van. Parkban. Sétál még valaki parkban. Persze, igen, nagyon parkban. Sok ember szereti a parkban. Sétálsz a parkban. Régi vágású, romantikára vágyó ember van a világban. Sétálsz a parkban, így van. És kint vagy a dűlőn, és például oda jön hozzád, nem? Hogy a fenébe? A park után elmentél, sétáltál, kerültél még egyet a dűlőn, és ott is ott van. Vagy Feri elbiciklizik a köves irányába. Nem? Szép hely, aztán. Kint vagy a gáton, és ott van. És ráadásul nálunk van halmi dűlő egyébként, csak mondom. Így, hogy teljesen reális, hogy kint legyek a dűlőn. Nálunk pedig park. Igen. Összeszedte az oldal, hogy mit lehet csinálni akkor, ha valaki olyannal találkozol, akivel egész egyszerűen nem akarsz összefutni. Hát ebből vannak használhatóak, és vannak kevésbé használhatóak, minden esetre van egy kicsit vicces, mert hogy szerintem mindenki életében van olyan, aki elől menekülsz. Nem? Persze. Nem tudod, hogy eszedbe jut-e most az a valaki, de ha meglátnád, tudnád, hogy na vele nem akarok beszélni. Ja, mert energiavámpír, mert rám zúdítja a problémáit, mert mit tudom én, idegesít, vagy a személyisége olyan, hogy csak visz. Tudod, van az a típusú személyiség, hogy valami nem akarsz vele megállni beszélni. Én szoktam elbújni. Szorongani kezdesz, igen. Rosszul érzed magad, izzadni kezdesz, és érzed, hogy nem tud jól lenni a beszélgetés. Mit lehet ilyenkor csinálni? Te elbújsz? Én elbújos típus vagyok, ahogy észlelem a közeletét az úriembernek, akkor, vagy hölgynek, mert azért sajnos hölgyek között is előfordul ilyen kategória, akkor szépen egy picit így visszalépek egyet, bebújok valami fa mögé, a dűlőn például, vagy a park mellett, de hogyha mit tudom, egy folyosom, vagy ilyesmi, akkor picit tovább molyolgatok. De csak mivel? Mész a folyosom, mivel molyolgatsz? Te, mint a telefonodon csinálnál valamit? Igen, hát például ott van ugye a halló, tessék? És megcsörlen. Szia. Aha. Nem. De most mindegy, mondjad. Igen. És akkor innentől kezdve megvan. Rosszul lesz? Igen? Akkor arrébb megyek. Na jó, akkor kimegyek. Jó? Oké. Okay. Ez itt van a házon belül? Is. Tehát itt egy házon belül intézel kamu telefont. Van. Van ilyen. Mindenkinek van ilyen ember szerintem, akár házon belül, másik munkahelyen, utcán, lakókörnyezetben, de mindenkinek van ilyen. Ez nem szégyen, nem? Szegedi út, tisztelettel köszöntöm azt a kedves hölgyet, aki hát egy ilyen 60 pluszos, és egyébként nagyon aranyos, de valahogy úgy csináljuk, hogy amikor én elmegyek a boltba, akkor ő ott arra jön. És én már azon gondolkodtam, hogy ő figyel, mert én bármikor megyek a boltba, mondjuk hetente háromszor elmegyek, ő mindig ott van a bolt előtt, vagy hát egy ilyen egy sarokkal előtte, és tök aranyos, tök helyes, mert hogy vagyunk, mi van velünk, látta a gyereket, mentünk az óvodába, jaj, de szépek is. Csak így szívja le az inputot. Már hogy nincs miről beszélni. De fárasztó azért, nagyon. Menekülsz tőle? Vagy nem jó vele beszélgetni? Nem jó vele beszélgetni, mert azok nagyon közel állok, és elkezdem mondani, mint hogyha ő az én életem része lenne. Holott hát szegény nem az, nincs vele semmi baj, csak nem az életem része. Meg van az a kategória, akitől szívesen meghallgatod a panaszait, meg azt, hogy mi a problémája, csak amikor tudod, hogy bármikor találkozol vele, eláraszt, indokolatlan, most mindegy, ez nem is annyira érdekes problémáival, akkor én sajnos ismerem ezt a típust, egy már nagyon régen volt természetesen, de amikor kiléptünk például a lakásunknak az ajtaján, és láttam, hogy kint bogarászik, akkor rögtön visszaléptem. Na és akkor ilyenkor volt az, hogy elkéstem. Csak azért megvártam, amíg bemegy, hogy ne kelljen vele beszélnem három mondatot, mert tudtam, hogy az a három mondat az olyan lesz, mint hogyha így egy vákummal szívnák ki belőlem az energiát. Ja, de tényleg azt tudod érezni, hogy kicsit belehalsz abba a beszélgetésbe, igen. És a néni mindig rádakaszkodik? Mindig, és heti három. Kiszúr, legalább. Mondjuk te nehezen tudsz elbújni. Hát nekem nincs, hogy beugrom egy fa mögé. Nem is négy kézláb a sorok között, és elkezdesz valami instant kakaóport a legalján keresni a boltban, mert megtalálom. Meg lesz. Neked tényleg egy kicsit nehezebb rejtőzködni. És azért bunkó nem akarok lenni, hogy meg se állok, hanem mondom, hogy csókolom, most sietek. Nyilván az elején még megálltál, és hosszasan hallgattad. Most már nem annyira hosszasan hallgatom, mondom, hogy nagyon sietek, mert tudja a gyerekek, megyek az ogiba. De Ferike, dél van. Négyig még van ide. Korábban kell mennem, értük. Ma rövid nap van, már igen. És akkor menekülsz, és kiderül, hogy a pénztelen hatalmas sor áll, és mögéd áll be.
és mondja tovább. Igen, nézzük, mit ír a honlap, mert van egy-két jó trükk, van egy-két, ami nyilván teljesen totális, fatális tévedés. Az elsőre jó az a zsebkendő trükköd. A zsebkendő trükk arról szól, hogyha meglátjuk a nem kívánt embert, zsepit tegyünk az arcunk elé. És? Nyilván, teljesen ilyen van. Sírást vagy orfújást imitáljunk, míg elhalad mellettünk és látó távolságon kívülre kerülünk. Irális, mondjuk meg őszintén. Hát a nem? Sírás azért nem jó, mert megkérdezem. Mi van a baj, Ferikém? Mi a probléma? Jó, de az orfújás az jó lehet. Igen. Az orrfújás egyébként nem egy rossz trükk, csak há, azért, mert orrhajt fújsz, attól én még megismerlek. Fölraksz egy zsebkendőt az orrodra. Jó, hát ha így fújsz orrot, akkor, akkor átmegy tényleg a másik oldalra. De igen, ez a ki, ez a hülye, még fel is hívom meg. Igen, nézd meg, ez állat, aki így fúj orrot. Telefonos trükk, ezt akkor te részben csinálod. Igen, ezt nagyon csinál. Működik, nagyon működik. Azt mondja, hogy amint meglátjuk az illetőt, kapjuk elő mobilunkat, kezdjünk el hőbörögni és hangosan kiaválva, egész nap vártam a hívásodat. Persze, nyilván így beszél az ember, egész nap vártam a hívásodat. Felkiáltásra vegyük fel, és nagyokat gesztikulálva forduljunk el, álbeszélgetést imitálva, minél messzebbre gyorsan. Ez egy bevásszük, és sokan csinálják. Klasszik, ugye? Igen. Igen. Azt mondja, hogy az ikertrükk az teljes cső, tehát nyilván totális baromság. Nyilván amennyiben kikerülhetetlenné vált a találkozó, játsszuk el saját ikertestvérünkkel. Reális. Ó, én nem a Feri vagyok, én az ikertestvére vagyok. Mit tetszik üzenni a Ferinek? Milyen Ferinek? Hát a zöcsén. Jaj, aranyom, ne szórakozzam már! Azt hogy nem én vagyok. Másfél perc van köztünk, tetszik tudni. Engem. Azt mondja, hogy táskatrükk, ez is egész használhatónak tűnik. Hirtelen mozdulattal kezdjünk el kutakodni a táskánkban, mintha keresnénk valamit, és közben hangosan mérgelődve haladjunk az ellenkező irányba. Ez jó tud lenni, ezt csajok bevetik szerintem. Ez a belenézek a táskámba, keresek valamit, úgy csinálok, mintha nem találnék valamit, és közben elsodródik mellőlem. Aha, ez van nem táskád. De se? Van táskád, nincs. Nem, hát azt mondom, ez inkább csajoknak. Aha. Jani az egyedüli, aki ezt meg tudja csinálni, mert ő jár hátizsákkal, vagy ezzel az átvetőssel. Igen. Én mondjuk, ha megyek a boltba a nylon zacskóba, elkezdek turkálni. Ja, hát, ha van valami. Az úgy nehéz, igen. Van még egy nagyon egyszerű nagy klasszika, kikötődött a cipőfűzőm, gyorsan be kell kötnem. Ne, az nagyon amatőr. De, hogy, hát persze. De amikor meg a legjobb. Persze, észreveszed, és abban a pillanatban lehajolsz, és elkezded fűzni. És én mindig az elejéről kezdem el, meghúzogatom, jó, feszesre beigazgatom, oké, és ha szerencsém van, akkor mire a masnit kötöm rá, addigra már eltűnt. Ha nem, akkor megyek a jó. Nem, akkor megkopogtatja átadat. Segíthetek? Szia, itt vagyok. Neked elég sok trükköd van, te elég sok embertől menekülsz akkor, ha egy fejből tudsz mondani kettőt-hármat. Tehát azért bujócskázol, kamu telefonálsz, kamu cipőt fűzöl, tehát neked azért viszonylagos a társas interakciók, akkor azért azért nehezett. Én nagyon szeretek beszélgetni itt. Ugye érti? Ja, ezután nem. Ha látjátok metró aluljáróba cipőt fűzni, kamu telefonálni, orrot fúj, hagyjátok, ne menjetek oda. Nincs valós veszély, nem kötődött ki a cipőfűzője, csak éppen menekül. Hívják, kikötődött, náthás. Igen. Ezeket a tippeket, a fonaljáró adta. Kicsit olyan egyébként, hogy domináns tonalitás. Gyerekek, domináns tonalitás. De mint élethelyzet azért ismerős a dolog, mert szerintem viszont ilyen ember tényleg mindenkinek van. Te mit csinálsz? Én a cégesről hívom a saját telefonomat, a privátot. Júj, nem, Anna. Ne! De. Egyik kezedből rácsörögsz a másik telódra. Egy rutin kérdése, táskába benyúlsz, be van a gyors gombok közé téve, és fölhívom saját magam. Te vagy a kettes? Hát magad hadd ne áruljak el titkokat, de be van írva. Ezt komolyan mondom, mert volt rá szükség az életem, hogy leállsz vele beszélgetni, de zsebből fölhívod saját magad? Igen. Igen? Benyúlok a táskámba, meg a gyors gombot, csak egy pillanat kérdése. Bocs, ne haragudj, hívd. De szép. Ja, és már lépett. És nyilván más néven van elmentve, mondjuk főnök néven van elmentve a céges mobil. Igen, ha látszik, látod? Hogy igen. Hív a igen. Főnök. Igen, ha meg kell mutatni. Mert a táskatrükk egyébként nem vált be. Tehát ott te keresed, ő megáll melletted. Őt nem zavarja, hogy te keresel. Nem, akkor ha nagyon lelkes, akkor beszélgetni akar. Tovább fejlesztettem, fölhívom saját magamat. Ez menő. Nagyon menő, hidd el. Ma már van simán mindenkinek két telefonja. Gyors gomb kérdése. És mi van, ha te a Janival találkozol, és egyikötök se akar találkozni egyikötökkel se? Akkor te cipőt fűzöltem, meg felhívod saját magad. Egyszerűen én kamuhívást indít, ő kamuhívást indít, én pedig eljátszom, hogy éppen hívnak. Egy pillanat, Anna, ne rúgj, jó, holnap, szia! Tehát, igen, tehát ebben az az izgi, hogyha ti összefuttok, akkor aha. Halló! Ó, kikötődött a cipőfűzőm, és így jöttek be a munkahelyre. Ez akkor a kettes metrókocsiban, Anna a hármas metrókocsiban kamu telefonál. Aztán összefutunk. Akkor kellene újra találkoztak, igen. Hogyha eljátszunk három kamu tevékenységet, és ugyanabban a sorrendben telefon, lehajolok ki cipőfűzőm, ja. Hát ez az orfújás, ez ne haragudj, ez mire jó. Miért csinálja az ember? Mert most én gondolkozom, hogy nekem van-e ilyen. Van, elárulom neked, hogy mi a tiéd.
Olvasol, hát olvasol. Újság ketté hajt, lepekszik a... Az teljesen nem menekülés, őszinte felvállalása annak, hogy... hogy nem érzem. Nekem nem is mondtad, hát több ízben megmondtad nekem. Nincs kamu orrfújás, kamucipőfűzés. Ez az újságot olvasok, nem látod? Nem, az menekülés. Most újságot olvasok. Aha, persze, hagyjál már. Nem, ti jöttök oda sokszor fárasztani. Hát én felvállalom újságtani. Akar vele kommunikálni az ember, egy picit beszélgetni, egy picit bemelegíteni, egy picit, hogy hogy hívják, akkor ápolni a kapcsolatokat, és akkor jön Balázs, de nem Balázs ő ilyenkor, hanem Kevin Spacey a belső bolygó. Jön és bezárkózik, tehát hogy te befele menekülsz. Te nem azt mondod, hogy fel is vállalom. Nem is, tök, még tök kellemetlen, most mindenkit iszkoljál, meg mindig gyorsítod a lépéseket. Nem, te abban a pillanatban így lehet látni az arckifejezésen, tudod, van egy ilyen pszichés roló. Tudok. Becsukódik. Igen. És bármit mondhatnál neki. Nyugodt, abszolút. Nem kötöm be a cipőfűzőmet. Úgy állok és nézek rád, hogy szinte úgy tudok lezárni, hogy nem is hallom nagyon. De annyira ismerlek már. Egyesen őszintén zárok, és így mondom, hogy édesen mondja, bármi. De föl is pofozhat, szinte azt se veszem észre. És csak így állok, hát most is ott beszélgettünk, meg ültem, ment így. Láttam, elismertem. Oda lesz az a bármit mondhatsz neki. Azért fia alatt lézbe, tojásba, zsemlehúzsába forgatlak, aztán megcsinálok. Semmire. Ez így van. Bármi és a sztereotíp válaszok vannak rá, és látod, hogy totál a hosszú nem hírek előtt bementem, és te főszél nekem egy kávét. 10 percet semmi. Nyomtál egy monológot, én üveges szemmel, egy üvegemat, a kávémat. Egy mondatára emlékszel? Amit a kávéfőzésről beszéltünk, de a habverőjével jött, hogy hozott valami a házi habverőt. Így van. Néztem rá, de úgy belül közben gondolkoztam, bármi, mit fogok, eszegettem, és úgy tök jól el voltam. Teljesen értelmetlen, zagyva, kamu, dumát egy ismeretlen, kihalt nyelven kezdesz el neki mondani, és néha belekeversz egy kicsit. Házsgíró, mindig van, hogy a posta. Kanálos, hogy mondjuk, hogy azt mondja, hogy a tészta. Kanálos, hogy mondjuk, hogy a liszt. Érted? De akkor időnként el is jutott, tudod, hogy voltak benne értelmes szavak, tehát olyan nagy gond. De most mi a jobb? A kamuj, aha. Ó, vagy az, amikor teljesen egyértelműen ülök, és nem játszom el, hogy valójában beszélgetek. De nem jó. Te elmondod, figyelek, aztán igen. Már 7 óra után tudok beszélni, válaszolok, csak van egy pont. Hogy ne haragudj, nem érdekel. Akkor lennél őszinte. Ez nem. Nálad egy kamu. Nem, mert nincs kamu figyelés. Nem, a kamu, nagyobb kamu, akkor ha elkezdik, aha, a habverőd, aha, nem. Ülök, nézek. Pedig az én néha eljátszhatnám, ugye? Mivel én az elmúlt 20 évben elég sokszor voltam ennek az áldozata, én nekem mindig az okoz problémát ilyenkor, hogy nem értem, hogy még mindig erőltetitek. Próbálkozik az emberek. Lehet egyéni szociális problémákat hozni. Nekem a hogy zárom le, mert tudod már az elejése meg a közepes érdekel, de hogy zárom le úgy, hogy nem, akkor már magam miatt próbálom meg jól lezárni a történetet. Azt találtam ki. Azt kicsit szórakoztat belülről, amikor én ott belül azért kicsit ezen úgy el vagyok, hogy nézd, jó, de mi legyen az utolsó, szöveg, a pont a végén, és akkor így arra gondolok, hogy ezt most találtam ki, szerintem az lenne jó, hogyha zenei lezárás lenne. És kimegyek. Még egy kicsit így összeüthetnéd a bokádat táncolva. Nem, hogy ott vagy én hagytalakolt, ez csak felálltam, és én hagytalakolt. Ott hagytál, és én egy üveges tekintet elültem tovább az asztal. Én valahogy nem rejtőzködöm, vagy igen. Nem tudom. De ha olyannal találkozom, se bújok el. Tökéletesen egyértelműen megmondom, hogy most megyek tovább. Vagy meg se állok. Szóval, hogy nem érzem a kényszert. De mint tényleg ilyen vagy, mert múltkorjában történt az, hogy itt az egyik kolléga a házba, nem tudom ki, nem ismerem, nem köszönt vissza. És akkor így puffogtam. Olyan rosszul esett, hogy köszönök, hogy jó reggelt, rám nézett, és ő nem köszönt vissza. Tudom, mi elég hasonlóak vagyunk ilyen szempontból. Ezt gyűlölöm. És mondtad, hogy miért nem mondtad meg neki? Igen. És föl sem merül bennem az, hogy azt mondjam neki, hogy hát köszöntem. De miért nem? Ez az, de te megmondod, nem tudom, van bennem egy gát, nem akarok rápirítani, és nem tudom, de olyan rosszul éreztem tőle magam. De utána fél óráig tökre ki voltál, hogy nem köszöntem. Igen, mert rám nézett ráadásul. És megint jöttél engem zsibbasztani. Igen. Hogy neked nem köszöntek. Miért nem neki mondod, 10 percig hallgattam, és azt mondom, figyelj, legközelebb mondd meg neki. És így betemetkeztem az újságban, tudod, hogy nem akarom én ezt 10 percig hallgatni, hogy neked a kávéautomata nem. Mondd meg neki. És Anna egy elgondolkozott, tényleg is arra igen. Mert 10 perc után történt. Nem. Nem mondta meg. De te meg kell mondani. Nem. Mondd a nevet, majd én megmondom neki. Jó, mondd. Anna azt üzeni, hogy... De mi egyébként Janival ezért szeretünk együtt utazni. Ugye, Jani, a metróba? Ugye szeretsz velem utazni? Azt el tudod képzelni, ők ketten ülnek a metróba, ott mit kap a többi? Szerintem. Na nézd meg azt a szemetet. Soha nem beszélünk ilyenekről. De megbeszéljük például ezeket, hogy mikor nem köszönt. Mert nekem se köszönt. Igaz, hogy idegesít? Igaz.
Ilyenekről szoktunk beszélni. Az, de ti egymásnak mondjátok meg, és igen, én ebben nem veszek részt. A szociális nyomorotokba egyszerűen nem vagyok hajlandó reggel 7 óráig beszállni. Utána gyerekek 10-ig hozzám jöhettek, én megölellek benneteket, megoldom a problémátokat. 6-tól 7-ig nem vagyok. Az a saját kis intim szférám a kávémmal, az íróasztalon. És jöttök ide, hogy nem köszöntem itt. Hát, old meg, felnőtt ember vagy, menj oda, mondd meg neki, hogy köszönjél, te paraszt. Én megmondom, hogy miért nem köszönsz vissza. Hát most ti megjöttek, és negyed óráig beszéltek arra, hogy én képzel, Balázs, nem köszön. Hát csodálkoztok, hogy öngyilkos akarok lenni, és beletemetkezem a kávémba. Hát meg a mosatlanok. Jó, és akkor azt is 10 percet beszélsztek el a mosatlanokról. Tehát azért mielőtt hallgatok, megírják, hogy én mekkora Rodnik Andisot vagyok. 12 percig mondjuk hallgat, mondod. Tehát, hogy ebben a témában nagyon empatikus tud lenni, Balázs. 12 percen keresztül hallgatni azt, hogy ki mosogatott, te miért nem mosogatott, te hogy most el a bögrét, azt sem mosogatja, az a kanalát itt hagyta, és mondd mindent nekem, érted? Hát mit tudok erre mondani? Ennyi. Hát semmit, persze tudom, ezért beszélgetek a Janival sokat. De, így van. Igen. Mert rajtad látom azt, hogy, jó, hogy még vannak életfunkciód, mert Balázsnál tényleg már előfordult az, hogy így elgondolkod, hogy megbököm egy újjal az arcát, hogy... Él még? Hát, így vele így rendben. Vagy pedig oda tartok egy tükröt az orra elé, tudod, hogy párásodik. Igen. Negyed órát meditáltam ma az íróasztalomnál, mindketten megtaláltatok. Te jöttél az első 7,5 percben, te zártad 7,5 percig. Mondom, miért nem lehetek egy kicsit láthatatlan? Ehhez képest Annával utazni. Bemegyek a budira és magamra zárom. Te maga az együttműködés. Álljunk ide, odaálltunk. Kapaszkodjunk itt, kapaszkodunk ott. Igen. Érted, beszéljünk erről? Arról beszélünk. Bizony, mi nagyon sokat. Ideális utastárs. Nagyon. Igen. Szeretünk együtt. Na, mindegy. Abszolút, a benneteket abszolút egymásnak teremtett az úr. Nézzük az SMS-eket. A volt haverommal, ha összefutunk néha, és semmi kedvem beszél vele, köhögési rohamot imitálunk. Higgyétek el, működik. Szerintem az nagyon... De az a legrosszabb. Nagyon nagyon rossz. Táskában kotorászos, kamu telefonálós típus vagyok, de apósom viszi a prímet, felviszem a gyerkőcöt a lakásba, azt hinnéd, ott nincs menekvés, de van, belebújik a konyhabútorba, vagy a mosdóba, csak ne kelljen velem kommunikálni, se köszönni. Egyszer hasra vágtam magam, amikor megláttam egy nem kívánatos szemét. Ott már volt pánik. Spekszel a földön. Igen, mindenki csak nézett, hová tűntem. Látjátok, Feri valójában előletek zárkózik el a budira. Ha ugye? Nekem az a menekülés. És kiad magából minden keserűséget. Vonatozom nap, mint nap, imádok olvasni, és bujkálni szoktam az ismerősök elől, hogy tudjak nyugodtan olvasni. A kitartók sajnos megtalálnak. De ott nem látja, hogy ő olvas. Hogy békén kéne hagyni, mert ő könyvet olvas. De az értelmezhetetlen. Én rengetegszer belefutottam. Nyilván fölnézel, igen, köszönsz, hello, szia, igen, és visszanézel a könyvbe. És elkezdi mondani. Ne mondd, vazeg. Ne, mert olvasok. Nem? Mész le. Aha, mész fel. Olvasol? Aha. Olvasol? Jó. Igen. Nem. Hát de, nem, de még reménykedek. Nem, tehát, hogy... Most csak a 400. oldal. Hallod, de még jó lehet. Igen, ha már, akkor már kipipálom. Azt szoktam mondani, hogy bocs, de a balesetem óta nem emlékszem senkire. Jó? Mondjuk ez is jó. Két embertípus létezik, az őszinte, és akinek vannak barátai. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország legjobb.